Na hát üdvözlök mindenkit, majd legyetek szívesek egy kis visszajelzést így a hangokról, de remélem, hogy lesz, és jó minden. Hát mondjuk most a játéknak konkrétan most Perpjának nincs hangja, de hogy az enyémet halljátok, de elvileg jónak kéne legyen. Na, egy új játékot kezdenénk, és hát először is üdvözlöm már gyorsan a cseten lévőket, és aztán mindjárt játékról fogunk akkor mindjárt beszélni. Na nézzük, hát Szente Feri is remélem, hogy itt lesz, mert ő nagyon szerette volna ezt nézni, vagy hát gondolkoznak Róka is, többen, Kostyáci is, hogy tetszik nekik a játék, de hát majd eldöntik. Akciós volt ugye egy héttel ezelőtt, most éppen nem akciós, de hát érdemes megvárni esetleg, akit érdekel. Andrist üdvözlöm, ő elment, igazoltam a tábor. Vidralányt üdvözlöm, Rókát, Dani 26-ot, Dávid, Partizán, Kosszácit, Pinki, itt lesz velem szóban. Hello, hogy... Szia, Pinki, mert segít engem így a csetolvasók, csetolvasás rejtelmeiben azért úgy nagyjából úgy irányba tartani, hogy na mindegy, röviden csetet segít Ors, meg hát beszélgettünk, hát ő is azért majd biztos bele tud szólni dolgokba, hogy mi hogy működött annak idején. Üdvözlöm Lettit is, na és a Tomit végül, így hirtelen. Na, tehát most annyi fog változni, hogy legutóbb ugye elszórakoztunk, azzal kezdtük, mint itt a képen is látszik, hogy építettük egy ilyen óriás, egy lakótelepet, ami viszonylag, és akkor ahhoz tettünk körbe, hogy mindenki jól érezze magát, de hát ez nem erről szól ez a világ, hogy az emberek jól érezzék magukat. Itt bizony termelni kell, meg mindent. Kezdünk egy új játékot, és most fordítva indítanánk el a dolgokat. Úgy indítanánk el, hogy először keresnénk olyan területet, ahol lehet termelni, tehát mondjuk kőolajat kitermelni, és például kezdjük azt a területet, és majd ahhoz építjük hozzá a lakótelepeket. Hát ez így működött azért, mint Kazincbarcika itt nálunk, meg azért több helyen azért így működött, hogy na, tehát most mi is egy kicsit ezt a változatot, illetve hát ugye ez nem volt bekapcsolva múltkor az energiagazdálkodás, mert ez ugye alapállapotban nincs bekapcsolva, mert úgy egyszerűbb. De mi most bekapcsoljuk az épületek és járműveknek is bizony kelleni fog az energiagazdálkodás, úgyhogy kell majd áram, illetve olaj, meg mindenféle dolog. És azt nézem már gyorsan, hogy min is menjek itt végig. Hát a pénzmennyiség az alapon hagyom, éjszaka nappal, na ezt viszont letiltom, mert az borzasztó rossz dolog ez, hogy éjszaka van, mert éjszaka ugye sötét van, és nem lehet utakat normálisan építeni, meg mindent, tehát ezt az éjszakát letiltom, az ne legyen. Hát a tüzek az lehetnek, az őt még úgyse láttam, de nemzetközi események, hát alapjól le van tiltva, de az marad, szennyezésben van. Viszont a kezdés évet én szintén megint 1960-ra állítom, és hát majd úgy is telnek az évek, ha majd telnek, hát nem jutottam még odáig, mert nem játszottam én sem sokat vele. És hát a járműveknek az elérhetősége év szerinti zárolásban van, tehát itt most nem lehet majd 1960-ban vagyunk, tehát nem lehet 1980-as járművekkel használni, tehát itt leszünk. Úgyhogy na, ennyi lesz a mi lényeg, a mi beállítás, és reméljük, hogy akkor így el is tudjuk kezdeni. Szia, Peti! Bocsánat, itt el voltam itt foglalva. Na és hát ugye itt van ez a kis kies táj, és hát ez a tája, hogy mit lehet kezdeni. Ugye itt múltkor is itt elkezdtem randomszerűen építeni egy lakótelepet, de mondtam, most megfordítjuk a dolgot, nem így lesz. Sőt, én leállítom most az időt is, 1960. január 1-je van. Leállítom az időt, mert úgyis most sokat beszélek, az ne teljen az idő. Na, mert az, hogy megmutassam, hogy ezek mik ezek a feliratok. Ugye én vagyok Szovjetunió, ugye? És ezek a feliratok, hát most el is indulok valamelyikhez, hogy megnézzük. Nem tudom, melyik... Én vagyok Szovjetunió, nem, vagy csak egy kicsit beképzel. Nem tudom, melyikhez lenne jó menni, várjátok, egy picit körbenézek, már nem tudom, melyikhez lett volna jó menni, de mindegy, hát most már elindultam valamerre, akkor menjünk. Vagy nem is tudok, hogy mi van. De, menjünk. Aha, na az már lehet, hogy az... Lehet, hogy ez közel van. Na szóval ezek már országok. Tehát ezek ugye ilyen kitalált nevű országok, mindegyik. Ez már itt az ország határ, az már egy másik ország. Az is egy másik ország. És ezek itt határátkelők.
Hát vagy ő azt mondja, hogy vámudvarok, de hát igen, tehát itt az a lényeg, hogy innen már lehetne kereskedni, de például ez nekünk nem jó, ez nem tudom milyen határ, ez nem ismert ország, stb., de ez nekünk nem jó igazából, amiatt nem jó, mert itt például innen nem lehet áramot venni, de nekünk egy olyan ország, hát viszonylag közelében lenne érdemes, hát ne legyen már nagyon messze, tehát egy olyan ország közelébe kéne menni, ahol én vagyok a Szovjetunió, ugye jókat mondok. Tehát, na, itt például ez már egy olyan, ahonnan lehet áramot importálni, tehát behozni, illetve ezen pedig ezek itt vasúti meg szárazföldi utak, tehát rendes járművek, illetve vasúti utak, és itt be lehet majd kötni, tehát innen lehet importálni, exportálni is dolgokat, de szóval egy ilyesmi határátkelő kéne nekem, ez már nem tudom, hogy ez milyen ország, de amúgy teljesen lényegtelen, oda van írva, hogy valami száz halsz, na jó. Szóval az lényeg, hogy ez már itt az országhatárunk, és hát az a helyzet, hogy legelőször nem nagyon tudunk mit csinálni, legelőször az a helyzet, hogy vennünk kell az áramot, mert tehát nem működik úgy a dolog, hogy én elkezdek valamiket csinálni, egy gyárat felépítek, nem fog beindulni a gyár. Szia, Szenci József, szevasz, Atesz. Tehát nem fog beindulni a gyár, nem fog működni semmi, amiatt az egy dolog miatt, mert hogy mindenhez áram kell, de ha nincs áram, ami... Na, szóval áram kell legelőször, de nekem viszont legelőször az kellene, hogy keresnünk kellene olyan területeket, olyan olajfúrót megkeresem, és olyan területet kell keresem, ahol van olaj. Tehát nekem, én egy olyan helyre szeretnék menni, és ezt így be kéne, hogy zöldüljön nekem, keresnem kéne olyat, ahol van olaj, mert ide hiába teszem le, ugye itt nem nagyon fogok találni semmit. Tehát kellene keressek olyan területet, ahol van olaj. Lehet, hogy egy kicsit magasabbról kéne ezt az egész dolgot nézni, mondjuk ilyen magasságban. És tehát legelőször megfordítom most a dolgot, és olyan úgy szeretném ezt az egész kérdést elkezdeni, hogy keresünk egy területet, ahol van nyersanyag, és majd a várost a köré építjük. Minél kevesebb, minél rövidebb utakra kelljen szállítani. Hát most keresem, de ez itt még piros, nincs olaj, ez már határ. Ez már megint a határ. Határa végtelen. Ez itt kezd jó lenni. Jó, akkor ide elkezdünk. Most le van ugye állítva az időm azért, mert hogy itt én sokat beszélek. Na, ide is teszünk le. Ide teszünk többet. Na, ez zöld. Ez nagyon jó. Ez mi? Milyen hangok ezek? Pinky, ezeket te csinálod? A frászt hoztad rám. Viszont kellene csináljunk, megmondom őszintén, hogy elég sokat, mert azért, hogy legyen nyersanyagunk, tehát, hogy ne legyen az, hogy kevés a nyersanyag, és ezért nézzük, hogy van itt még ilyen zöld. Minél zöldebb, annál jobb, csak ugye csinál néha automatikus mentést, hogy kezdésképpen csatoljak be ennyit, és akkor majd utána teszem. Jó, hát az is lehet, hogy úgy lesz. Most per pillanat itt nem nagyon találok. Hát lehetne egyébként ide mellé tenni még, mert akkor ez azt jelenti, hogy ugye ez csinálja azt, és ide meg, hát be lehetne még ide kötni egyébként ide többet, mert ugyanabból a területből ugye lehet, akkor kétszer olyan gyorsan tudja szedegetni az anyagot. Hát tegyünk, akkor rendes gyerek vagyok. Jó, még akkor teszek ide egyet. Na, tettünk akkor le néhány fúrót, olyan, na most már be is kapcsoljuk azért az időt, hogy azért kezdjen el épülni. Na és hát ugye az a érdekes az egészben, hogy ugye most itt látjátok, hogy megállt az idő, tehát lehet rubelból, meg dollárból vásárolni. Szia Csaba, szia Enigma! Pinkit azért hívtam ide, hogy jöjjön csetet olvasni, és nem olvassa, látjátok? Dehogy nem, én olvasom. Nem szólsz, hogy jönnek új. Na, tehát, hogy... És most azért... Jó, oké. Ezt úgy mondtam. Mert az orosz gitárt megfejtettük, most írtam, hogy orosz népdaj, haló.
Volgai hajómondató dala, mi a címe? Lenik ma minden túl. Azért tudom. Szevasz, Petya! Na és hát ugye most megfordítottam a dolgot, és ugye az az érdekes az egészben, hogy ugye van ha lenne lakosság, mert lesz majd nyilván, csak ha lenne lakosság, és ugye megy az idő, most ilyen pillanatban, akkor itt folyamatosan fogyna már a pénzünk. De mivel hát most megfordítottam a dolgot, tehát most csak leraktam, ezek ugye pénzbe kerültek, ezek a kutak, amiket leraktam. Most leállítom az időt, azért mondom, mert sokat beszélek, ne menjen már az idő. Tehát... így, hogy megfordítottam a dolgot, tehát nincs lakosság, még nem fogy az áram, meg nem, nincs semmi, ezért nem fogy a pénzünk. Tehát így én úgy gondoltam, hogy több időnk van építkezni, meg megvalósítani dolgokat, és majd a legvégén, amikor itt egy ilyen kis gyárterület itt majd kialakul, meg a termelés beindul, bekötöm az áramot, meg minden, utána teszem ide le e köré az épületeket, a lakó épületeket, és ezután fognak majd a lakosok, ugye, hát mégis ők kellenek ahhoz, hogy működjenek a gyárak, csak a legvégén fognak oda bekerülni. Tehát addig ne menjenek kocsmába, ne egyenek, ne igyanak, ne legyenek emberek kész, tehát nem, addig nem használják az utakat, szevasz, Gabesz. Na, tehát így, ezért mondom, hogy megfordítottam ezt a dolgot, én ezt így célszerűbbnek találom, mint legutóbb. Ugye a könnyű verzióban, mint ahogy legutóbb csináltam, ott nem kell áramot termelni, ott úgy alapból van, nem kell üzemanyagot az autókba, alapból van, tehát az egyszerűbb változat. Ez már így bonyolultabb ebben a formában. Na, és akkor, tehát itt vagyunk most, ugye itt vannak a kutak, én már most nem is tudom, vagy hatot, vagy nem tudom mennyit csináltam, és akkor ide keresünk valami helyet, nézzük már, hogy milyen terület ez. Hát végül is ez egy... viszonylag sík, de bár nem biztos, hogy sík. Na, és akkor itt van egy ilyen, hogy olaj, és hát ugye magyar a játék alapból, azt azért tudni kell, olaj, bitumen, üzemanyag. Ugye, hogyha az olajat termelünk, ugye leraktuk a olajfúró tornyokat, mellette van az olajfinomító. Tehát ez egy fontos kérdés, az olajfinomító, és látok még, ezt nem fogjuk látni. Azért akarom már megmutatni az olajfinomítót, mert ugyanis látni kell, megmondom, hogy miért kell látni. Ugyanis itt alul, hát nem nagyon tudom mutatni, ugyebár, mert az egérrel mozgatom ezt is, de látjátok azokat a csőbekötéseket, és a csőbekötéseken látszik, hogy vannak csövek, ami kifele nyíl mutat, meg például itt ez a kettő, ami itt közel van, ez meg befele. Tehát így gyakorlatilag... kettőt látok befelé, ez már ez a három kifele, ez is kifele, ez meg csak egy útbekötés lenne, ott meg egy gyalogos járdabekötés, tehát itt is van egy gyalogos járdabekötés, meg két cső befele. Tehát, hogy azért is mondom ezt, hogy azt az olajkutak fele kell beállítani, hogy tehát ugye arról fog belemenni, az más kérdés, hogy ezt most én nem tudom még, hogy hova fogom letenni, hát ahova le lehet tenni. Ahova le lehet tenni, hát az mondjuk legyen az a valami, az itt meg körülbelül. És akkor, tehát ugye innen jön majd csöveken keresztül, kőolaj csöveken keresztül az üzemanyag, és ide, én le is rakom ide, hogy ezt kezdje el építeni nekünk. Jó, aztán, hát vegyi üzem, most egyelőre az nem tudom, az valamiért, igen, ez valami szükséges kutatás, kémia, hát odáig nem jutottam még. És akkor gyakorlatilag három dolgot fog előállítani, ahogy... Jaj, ezt kilövöm már, nem azt akarok mondja, már még egyet. Van nézethálós beállítás. Van egyébként, csak most itt per pillanat, itt mondjuk ennek mindegy, de majd amikor a várost építem, akkor majd bekapcsolom azért. Igen, köszönöm, Gabesz, mert kipróbáltam egyébként, mert ezt írtad már. Tényleg jó egyébként, csak itt mondjuk mindegy, mert ezek a csövek, hogy ezek most itt hogy mennek, ez itt. Ez egy gyárterület, azt itt azért nem nagyon foglalkozom most vele. Na és hát egy kicsit lassan épül, ugye ilyenkor fogy a pénzem, meg ez lassan épül. Viszont, ugye azt néztük, hogy hol is van ez a... Ez itt micsoda már? Jó, ja, hogy ez az én, ez a Schwilthof, vagy micsoda, ez az én gyáramnak a neve ezek szerint. Csak nem tudom már, melyik volt. Ja, ott van ez a 100 halsz, vagy micsoda. Tehát onnan kell majd elhozzam. Az nem tudom, hogy van az. Ja, jó van, itt el tudom mellette hozni az áramot, áramvezetékeken.
Jó, elhozzuk majd idáig. Majd, hogy ez működjön, meg a vasút is majd szerintem itt fog majd menni. Így a... Hát ez ilyen szép kis, szép kilátással a folyó mellett el fog menni a kis vasút. Hát kicsit lassan épül ez a dolog, na de viszont elkezdem bekötögetni ide, és ehhez nekem kellene, hát ehhez kellenének többfajta pumpák léteznek. Mindjárt meg is nézzük, tehát visszajövünk ide, és nem ide, mert itt nincsen, hanem akkor ide jövök. Így van, tehát itt vannak a csövek. És na itt vannak a pumpák. A pumpáknál is lehet látni, hogy van kétfajta ilyen pumpa, mert ez kell ahhoz, hogy gyorsabban menjen az olaj, meg nem lehet bármilyen hosszúságra csöveket ugye letenni, mert hát kell a pumpa, ami tolja az üzemanyagot, vagy hát az olajat pontosabban. És tehát azt belekezdtem az előbb, hogy háromféle dolgot lehet majd előállítani ebben a gyárban, és ezért éppen három tartályra szükség, tehát kőolajat, bitument, illetve benzint fog tudni előállítani, és akkor ezzel utána mi döntjük el, hogy ezt most exportáljuk, vagy mi legyen, vagy hogy legyen, de minden esetre ez a három. És akkor itt van ezek a pumpák. Ugye itt nyílból nem tudom mennyire látszik, itt van, hogy egy nyíl bejön, három megy ki, vagy három nyíl jön be, és abból egy megy ki. Tehát nekem most tulajdonképpen, mivel kettő darab ilyen beömlőm van, vagy hát ilyen bekötésem, amiben befele megy az olaj, ezért én nekem ezeket valahogy össze kell, mint egy ilyen kis switchként, tehát össze kell valahogy fűzzem, mert ugye nincs annyi, hogy mindegyiket külön bekössem. És azért én nekem például ezt kiválasztom, azt megpróbáljuk abban az irányba forgatni, ahogy ez jó lesz. Nézzük már, hogy vannak. Itt van például ez a három. Az... Akkor ezt a hármat például megpróbálom ebbe bekötni. Én nem tudom, hogy igaza van-e. Igen. Igen. Megállok addig. Nézd már meg a csetet, légy szíves, hogy rossz irányba állnak a pumpák, sokat kell a csövekből venni. Ja, hát azt elfordíthattam volna, az biztos, ebbe teljesen igazad van, mert én csak így a levegőből így lerakosgattam a pumpákat, ebbe teljesen igazad van, mert most kell egy ilyen kunkort csináljanak a csövek, igen, az biztos, igen, így van. Hogy, hát igen, mert ezt a levegőből nyomogattam így nagy magasságban, azt nem lehetett látni, hogy melyik irányba. Ezt se tudtam még akkor eldönteni, hogy ez hol lesz pontosabban, tehát ez azért áll. Hát most le lehetne bontani, azt is meg lehetne csinálni, hogy itt van ledózerolnám, és akkor megfordítanám, tehát igen, azt is meg lehet csinálni. De mondjuk ez, én szerintem be fogom tudni kötni, de mindjárt meglátjuk, hogy be fogom tudni kötni, vagy nem. De itt van, tehát például ezt be tudom ide kötni, ezt is be tudom ide, meg mondjuk... Nézzük, hogy melyik ez menjen még akkor ide be. Tehát kicsit biztos, hogy hülyében néz ki így, hogy csinál egy kanyart. Ez biztos, hogy hülyében néz ki a dolog, de mondjuk most szerintem most a célnak megfelel, amire nekünk szükségünk lesz. Visszanyomom már, mert leállítottam az órát. Na itt három például be van kötve, és nem tudom mennyi van itt még. Itt van egy, kettő, három. Akkor pont három van még, jól van. Jó, akkor de csinálunk majd. Ja, közben kész lett a gyárom is. Na és akkor a gyárnál, most visszajövök egy kicsit, tehát ugye mutatja a gyár, hogy hát nincs, egyrészt nincsenek munkások, hát oké, nincsenek. A áramforrás nincs, oké, az sincs bekötve, az a következő dolog, meg hát nyersanyag hiányzik, mert ugye hát ezek sem működnek, tehát ugye nincs áram, ugye ezek sem működnek. Ezekben nem kell munkás igazából, meg ebbe a pumpákba se kell, így csak mutatja, hogy igen, jön mind a három irányból, és akkor tovább megy egy másik irányba. Ide is akkor lerakunk, úgyhogy valahogy úgy legyen, hogy minden irányból egy kicsit viszonylag közel legyen. Akkor tehát megint ez kéne, hogy három irányból bejön, és akkor egy irányba megy tovább. Ugye megnézzük ezt csak. Ugye nem lehet bármilyen hosszú csövet csinálni, tehát lehet, hogy ha én innen elkezdem a csövet csinálni, nem biztos, hogy elér addig, ameddig nekem kellene, mert egyszerűen nem engedi tovább építeni, mert nem lehet bármilyen hosszú, tehát muszáj ilyen pumpákat berakni közbe. És akkor én most itt valahogy megpróbálom így, hogy azért viszonylag úgy elosztani, hogy ilyen viszonylag közel legyen mindegyikhez, egy egyenlő távolságra vág, úgyhogy ez is még elérjen odáig, meg még onnan is odáig, úgyhogy majd mindjárt meg is látjuk. Akkor én ezt megpróbálom bekötni,
jeleve ezek a, ugye idáig tudom csak húzni, tehát nem lehet érdekes módon ugye addig, szóval vannak ilyen fura dolgok ebben a játékban, nem lehet bárhonnan, bárhova, hanem minden folytatni kell a dolgot. Én pedig ide nagyon szeretném bekötni, és nem engedi bekötni, na ez egy nagy baj. Ez már lehet, hogy messze van neki. Á, szerintem ez már messze került. Messze került. Látjátok, ez az a távolság, amivel már, és ezt egy nagyon picit elrébb kell hozzam, mert nem tudok vele mit csinálni. Ezt le kell dózeroljam innen. Ezt már le kell dózeroljam, sajnos. Jó, visszajövünk akkor, tehát egy ilyet csinálunk, csak akkor kicsit elrébb kell megcsinálni, hogy elérjen odáig. És sajnos, hát tudják, annak ezes a pumpák az utat, hogy a tűzoltók, hát igen, majd azt is, majd meglátjuk még az utak azok, hogy fognak. Egyelőre én amennyit nem olyan nagyon sokat, tehát amennyit még játszottam vele, egyelőre még nem voltak tüzek. És nem tudom igazából, hogy ez majd hogy működik, hogy el tudnak-e oda menni a tűzoltók út nélkül, vagy nem tudnak, de az vicces lesz majd, biztos majd megnézzük. És akkor innen... Most mi volt? Ja, nem nyomtam erre rá, ja, jól van. Ez elvileg ez be van ide kötve. Ezt most innen szerintem el kell, hogy ja, innen egy kis csővezetéket, hát innen az egészet eltünteti, hurrá, nagyon örülök neki. Köszönöm előről a csőbekötést. Nem teszi ám akárhova, nem lehet ám így könnyen megerőszakolni a dolgot. Na ez most már így összekötötte, és akkor még ugye ezt benyomjuk ide, jó, és ezt pedig mehet be oda. Na hát elvileg ez mondjuk 6 kút akkor ide be van kötve, csak hát nyilván nem működik még semmi. És akkor viszont, tehát ez a bemenet, és akkor meg kell nézni, hogy hova, elkezdi majd nekünk előállítani, csak akkor a következő dolog most az lesz, hogy megnézzük majd, hogy hova, hol is jönnek itt ki. Itt van két kimenet, az viszont nem olyan jó, ha csak kettő, ja nem, itt van 3 kimenet, az jó. Itt van 3 kimenetünk, akkor ide fogunk csinálni akkor 3 darab ilyen kis tartályt, mert ezt nézzük, itt is a bemenet, kimenetek nagyon fontosak, hogy mennek a dolgok. Akkor ide csinálunk, hát ide csinálok szépen 3-at egymás mellé, hogyha összejön. Jó, ezeket itt bekötjük. Az időt mindig elfelejtem. Annyit beszélek, hogy már azért állítom le, és közben meg elfelejtem elindítani. Nem gyak készen lesz. Jó, és akkor ezeket még most így pikpak itt a legelején el kell dönteni, ugyanis, ugye hát nyilván van egy szevasz Csoni Gaming, szia Fischer Zsolt, szia Blanka. És igen, mert nézem, van egy Blankánk, és nagy problémát okozott nekünk a cseten, hogy van egy Blanka Bontovicsunk, aki azt mondta, hogy ő Blanka és nem Bianka, és van egy Bianka Somogyink, aki viszont a Discordon nekünk Blanka néven szerepel, és hogy amikor Blankának hívtuk, akkor gondot okozott, hogy most akkor kinek is szóltunk a kettő között, úgyhogy van egy Biankánk és egy Blankánk. Úgyhogy szia Bius, és szia Blanka, úgyhogy egy kicsit ez okozott itt az utóbbi napokban egy kis problémát, hogy kit hogy szólítsunk, és hogy köszöntsünk. Na, és akkor van 3 ilyen tartályunk, és hát ránk is szól egyébként, hogy egy tartályba egyszerre csak egyféle dolog tárolható. És akkor itt vannak a dolgok, tehát ugye van az olaj, amit mondtam, van a bitumen, és van a benzin. És akkor én ezt rányomom, hogy mondjuk ebbe. Tehát, hogy ne a gép döntse el, hogy mi lesz benne, hanem én eldöntöm azt, hogy ebbe csak tároljuk az olajat,
ebbe csak tároljuk a bitument, és ebbe pedig csak tároljuk a benzint. Ugyanis, hogyha ezt most elfelejtettem volna beállítani, és rányomom az áramot, elindul a termelés, akkor ezt automatikusan a gép választja, és elképzelhető, hogy mind a kettőben mondjuk bitumen kerül, és egy benzin, és az olajat meg nincs hova tenni. Tehát szóval így ilyen kavalkád alakul ki belőle, és utána utólag ezt így visszacsinálni, ezt már nem olyan egyszerű. Tehát, szóval ezt még most itt az elején jó volt így letisztázni, hogy akkor ezek a dolgok hogy menjenek. Ugye nem működnek még, mert ugye nincs még áramunk, meg nincsenek még dolgok. Kérdésemre nem várjunk. Te kérdeztél valamit tőlem? Ez még ugyanaz a világ. Ez nem ugyanaz a világ, mert... Hát ugye akkor jó elszórakoztunk, de most viszont komolyan vesszük. És most nincsenek lakosok, tehát most legelőször elkezdünk egy gyártelepet, tehát létrehozunk egy kőolaj kitermelő részt, illetve majd áramot importálunk a szomszédországból, innen pedig majd kiépítjük a vasútat, vasúti hálózatot addig az országig, hogy ő neki meg eladjuk majd a kitermelt kőolajat és bitument, esetleg a benzint is, és akkor ezáltal viszont elkezd a pénzünk visszajönni, mert ugyanis be lehet csődöltetni a területünket könnyedén, tehát nekünk vissza kell majd, hogy jöjjön a hát termelni. Axel! Ja, igen, itt vagyok, sziasztok! Jaj, csak modiknak működik, igen. De hogyha Blanka, figyelj ide Blanka, hogyha hajlandó vagy esetleg te is egy ilyen hang dolgot felvenni, akkor azt be tudom neked állítani, hogy mondjuk csak neked működjön, és mondjuk csak te be tudjál köszönni a saját hangodon. Hello. Tehát meg tudunk ilyet oldani például, csak az át kell küldjél nekem egy sima MP3-ba, vagy valamibe egy ilyet. Na... Tehát ott tartottunk, hogy ugye ez egy új dolog, csak hát meg van bonyolítva ezekkel az energiatermelés és egyéb más dolgokkal, úgyhogy majd a lakósokat, tehát majd a várost, azt e köré fogjuk, tehát ide fogjuk a közelébe valahova építeni. Na, tehát most le van megint állítva, mert ugye sokat beszélek, azért addig az időt leállítom, hogy ne menjen, ugye most január 6-a van, és tehát nagyjából egyébként, hát már, ha úgy nézzük, akkor tulajdonképpen készen állunk arra, hogy... akár az áramot elkezdjük bevezetni, és akár a munkásokat is, mert gyakorlatilag ez a része itt már készen van. Viszont hát ellentmond neki, hogy lehet, hogy jó lenne még egy kicsit várni, mert ugye, hogyha onnantól kezdve, hogy vannak lakosok, onnantól indul a pénz is lefele, stb., lehet, hogy előtte érdemes lenne még kihúzni a vasútvonalat, megcsinálni ilyesmiket, és majd tényleg azután beindítani. Tehát onnantól, hogy bejön a, megvesszük a drága kis pénzünkért, megvesszük az áramot, de már az olaj is elkezd készülni, és onnantól meg köszönjük szépen, és eladjuk nekik az olajat. Tehát szóval lehet, hogy már ezt kicsit, még egy kicsit várunk ezzel a dologgal. Na és akkor viszont, ha már itt tartunk ennél a gondolatnál, akkor tényleg kezdjünk el áramot húzni onnan. Hol is voltunk? Itt volt ez a... Százhalsz, vagy micsoda nevű, talán ez van itt a legközelebb hozzánk ez az ország. Úgyhogy innen akkor meg is nézzük, hogy elindítjuk az áramvételt, és akkor nem ezt akartam. Ugye kétfajta áramot lehet, tehát van a magas feszültség, meg van a közepes feszültség. Hát, ez most egy jó kérdés. Lehet, hogy kisvárosoknál valami elég a közepes feszültség, lehet, hogy most igazából ezt választjuk, de lehetne, ezek ugye magas feszültségű vezetékek, tehát be lehetne ide nekem kössem, például a ide, na, itt van, tehát be lehetne ide kötni így a magas feszültségű vezetéket, hát akár igazából tényleg be lehetne kötni ezt is, és akkor nem lenne utána gondom az árammal, mert ezt elhoznánk oda, ahova kell, viszont akár azt is meg lehet csinálni, hogy csak sima kis közepeset hozok, és akkor azzal nem kell annyit bajlódni. Szóval lehet, hogy viszünk egy ilyen kis közepeset. Igen, hát ez mutatja, hogy ez mennyi a teljesítménye, meg ennek mennyi a teljesítménye.
Tehát ennek, ugye ez 2,2. Mi van veled, Excel? Semmi. Így van, Biusnak a hangja. Szia Zsuzsi, szia IT, biztos itt van, csak őt már nem láttam, mert bele vagyok az áramba. A magas feszültségnek megnézzük, a magas az meg 13-at, tehát ugye 2,2 van ellenbe a 13 megawatttal, tehát azért 13 megawatt az egy kicsit durvább dolog, de mindegy, üsse kavics, viszünk ilyen kis izéket innen. Ja, sikerült kihúzni, nem? Ja, ott jönnek. Nem jönnek? Szóval. Merre fogtok jönni, drágáim? Vagy ezek ilyen kis pici valamik? Ja, jó, errefele, jó. Jönnek. Jó, itt egy kicsit pihenünk. Hát azért hagyjuk, hogy azért épüljenek meg, mert így nem haladunk, nem látjuk, hogy mi épül. Itt jönnek, itt épül, mindjárt ide érünk, és akkor innen húzzuk tovább. Húzzuk tovább az áramot, innen jövünk. Már nem tudom, hogy hol vagyok, de mindjárt kiderül. Ez még a hegyen is átmér az áram, ez kemény, csak én nem tudom már, hogy hol vagyok. Hello, ilyen messzire jöttem? Hol vagyok? Pedig itt vagyok valahol a vízparton, vagy nem? De, itt vagyok. Jó, ez onnan el tudom húzni idáig, az nagyon király. Na, akkor viszont, ha onnan el tudom húzni idáig, akkor ez így szuper. Jól van, az mindjárt eljön idáig. Na és akkor, hogy működik? Szevasz Ádám! Na és akkor, hogy működik? Jaj, Gaba, ez rézmadzagra, hogy legyen áramot. Nagyon szépen köszi. Rézmadzagra, hogy legyen áramon. Nagyon szépen köszi a támogatás. Hol van ez még? Ja, még itt jönnek. Jól van. Kicsit lassan épülnek ezek a villanydrótok. Na, eljöttünk idáig. Na, és akkor, hát ugye, hogy lehet ezeket bevezetni ezekbe az épületekbe, mert az egy érdekes dolog. Ez úgy működik, hogy hát ugye otthon is, ugye való életben is ez úgy működik, hogy ilyen föld alatti kábeleken megy be a házakba. Megint sokat magyarázok, addig leállítom már az időt. Tehát ugye nem úgy megy, hogy a házakba ugyanilyen póznákon keresztül bemegy az ablakon a lakásokba az áram, ezt nyilván mindenki tudja. Tehát itt nekem kell ilyen kis, hát ezt itt most úgy megcsinálom, hogy elektromos alállomás, tehát én leteszek ide valahova egy ilyet, majd ebbe belekötöm azt az áramot, és innentől ez mutatja is, hogy durván egy 250 méterig, mert itt a legalsónál lehet látni, hogy durván, vagy még tovább, ez már 270, aha, akkor lehet, hogy na, durván akkor egy mennyi, 270-et bír, 270 méterig föld alatt beköti az áramot, tehát innentől nem kell vele tovább bajlódjak. Tehát így az a lényeg, hogy ez itt most eltűnt. Ja nem, itt van, jól van, megépült. Na, tehát nekem az áramot tulajdonképpen ebbe kell bekötni, és innentől ez már itt mutatja is, hogy ezek a rámegyek erre a villanypózna jelre, akkor mutatja, hogy ez innen hova viszi az áramot, melyikbe. És akkor innentől ezekkel már így nem kell foglalkozzak, de nyilván mindenhova nekem áramot kell, itt mindenbe áramot kell adni, mert különben ezek a nyüvesek semmi nem akar itt működni. Na viszont, ha jön egy áram, ezt az áramot viszont hát meg kell osszam, olyan, mint egy internet megosztás, mint egy wifi, tehát egy switch, vagy hát ugye ez is, switchek is ugye ezt jelentik, de azt, amit le van ez magyarítva, mindjárt megnézzük, hogy itt hogy is van, energiával kapcsolatos, nem biztos, hogy itt, de itt vannak. Közepes feszültségű elosztónak hívják, mert ez már le van magyarítva. És innen nekem, hát az elosztók azok ugyebár úgy működnek, hogy hát bejön, mint amikor két vagy három vezetéket összekötök, tehát minden onnan megy mindenhova, tehát itt nem lényeg az, hogy most kifele vagy befele, vagy merre fele megy az áram, tehát innen így megyünk, úgyhogy innen valahogy váljátok egy pillanatot, úgy csináljuk, mert innen megyünk majd tovább azért az árammal. Szóval innen valahova leteszem ezt, akkor ugye belekötöm az áramot, ami amonnan jött, tehát itt vannak a közepes feszültségű vezetékem, csak igen, ez még jó.
Tehát ezt ide bekötöttem ebbe, és innen viszont már nekem átkötöm, jaj, csak ez megint rossz irányba van, és át kell innen kössem valahogy, hogy eljöjjön ide, befogja, bekötötte? Hát reméljük, mindjárt megnézzük, hogy van-e benne áram. Ja, hát még nincs, mert hogy még nem vettem meg az áramot kintről, tehát még most nincs benne áram, de elvileg ez már innen behozta. És akkor innen megyünk tovább, nekem kelleni fog még ilyen kis elosztó, ugyanis a többi épület még nincs áram alatt. És vajon hol is van ez a kis elosztónak a izébigyója, az mondja, hogy energiával kapcsolatos, itt van. Jó, tehát azok benne vannak, ezek kellenek, ja meg hát, ja de nem, itt vannak a kutak, hát majd a végén megnézzük, hogy tényleg minden áram alatt lesz-e. Hoppá, ott is van még egy, azt még észre se vettem, ott is van még egy csövünk, hát akkor azt is majd még be kell kötni. Jól van, az szuper. Az kimaradt valahogy a szórásból. Na, ezt ide letesszük, csak megint nem látom ám, hogy de onnan felől jöjjön akkor az áram. Jó, ez nagyon szuper, mert hogy ezt kerestem, hogy hány pumpám van, de egyet ezek szerint még csináltam. Jó, akkor egyet még majd pedig akkor ide valahol be kell kötni, hogy majd valahogy itt meg kell oldani ezt a dolgot. Na mindegy, legelőször is az áramot, akkor innen elvisszük neki. Innen elvisszük az áramot. Visszük egy ilyennel. Jövünk. Át tud itt jönni? Át. Nem tud. Ne már, nem tudsz belekötni. Ne már. Hát nem igaz, hogy nem tudsz belekötni. Itt van, de miért nem tudok rákötni ezekre? Villanypózna törlés van. Nem tudom, miért nem tudok rákötni. Nem engedi? De miért nem? Ön a tudakozót hívta, miben segíthetek? Transformátor, amúgy full lenne 10, így van egyébként, az még majd szerintem kelleni fog mindenféleképpen, az bele kell majd tegyem, mert teljesen igazad van, csak itt még a kis apró bekötési bajai vannak. Várjátok, ezt itt rá fogom tudni, összetudom ezt itt kötni. Teljesen igazad van, ez innen kellene, hogy ide. Miért nem? De miért? Kell ide is még egy ilyen kis... Kellene ide is még tegyek egy ilyen kis elosztót. Hát, amúgy tulajdonképpen mindegy, mert éppenséggel itt még lesznek további dolgok, tehát az se baj egyébként, hogyha teszünk. Igen, transformátort azt teszünk bele, teljesen igazad van. Csak ide nekem akkor kéne egy, ez így nem lesz így jó. Ide teszünk még be, nem tudom, valószínűleg emiatt nem engedi. Jó, megnézzük, hogy így. Hát az út az hülye helyre mutat, de hát nekem abban az irányba kell majd az áramot vigyem, úgyhogy hát lehet, hogy ez a baja, nem tudom, hogy most mi a gond, mert tényleg vannak ilyenek, hogy nem engedi, hopp, nem engedi bárhova. Na, ezt például ide most bekötötte, ezt meg ebbe is bekötötte, hát úgy látszik el, de nem baj, nekem ide úgyis kell majd áram, illetve hát ezt is még meg kell ide csövezni, de mondjuk most, ha éppen kimarad, majd később bekötjük, úgyis jó. Jó, és akkor és ide tényleg beteszünk akkor olyat, hogy levisszük az áramot, mert hogy innen tovább tudjuk vinni, hogyha nagyon kell. Ide teszünk bele, ezt innen váljátok, törlök belőle, nem olyan sokat törlök, csak éppen egy keveset, és akkor nekem ide viszont kell egy transform. Ez most, hát ez egy áramtranszformátor, jó. Itt jön be a nagy,
Na várjunk, ott jön be a nagy, akkor lehet, hogy még törlök, egy kicsit törlök még akkor ezekből, hogy ide férjen. Mit teszünk még akkor? Hopp, hopp, hopp. Jó, tehát onnan jön, és ide megyünk tovább. Ja, itt kell egy kis földalakítás, mert ez nem fog ide beférni. Na most. Jó, és hogyha minden jól megy, de nem biztos. De oda most miért nem tudom betenni? Nem úgy volt, hogy ott volt egy bemenet? Jó, hogy ez lehet, hogy ide nekem, várjátok, itt lehet, hogy ide nekem, nem jó. Ezt nem tudom miért, itt volt egy bemenet az elő. Ja, de ide a nagyot lehetne bevinni, a nagy feszültséget. Akkor van kétféle, hát ezt megnézzük, lehet, hogy ezt le kell dózeroljam. Ugye megnézzük már energiával kapcsolatos. Áramtranszformátor, hát nem tudom, az érdekes egyébként, hogy lehet, hogy mégse kell, nem tudom. Vagy ezt, nem tudom, mindegy, ezt akkor bevezetem ide oldalt. Hát szóval majd látjuk, hogy ez így működni fog-e, vagy nem. Hát elvileg, igen, elvileg akkor ennek így működnie kell majd, csak akkor viszont nem ott vezetem be, hanem itt oldalt. Na jól, nézzük. Azt mondja, hogy közepes. Ide. És ide. Nem engedi benyomni. Nem tudom, akkor lehet, hogy ide nem kell ez a transformátor, nem tudom. Ez fura, fura dolog. Mindegy, én szerintem akkor ezt ledózerőket. Próbáljuk ki anélkül, hát ha úgy működik. Szevasz, Jenő! Hát ha úgy működik, nem tudom, transformátor nélkül, nem tudom. Ez érdekes így. Mindegy, ezt akkor ledózeroljuk. Na. Csináljuk úgy, hogy... Hát megnézzük ebbe a játékba, ez hogy működik ez a dolog. Akkor maradunk csak simán úgy, hogy ezt onnan bevezetjük ide és kész. Mert ezt ide simán bevezeti. Hát majd kiderül, hogy mi lesz belőle, ha készen leszünk. Jó. Tehát elvileg ide bejön az áram, ugye teszünk lehet egy próbát, hogy bekötjük kintről, veszünk egy kis áramot. Onnan. Várjátok, honnan, ja, ott mutatja egyébként. Itt mutatja, hogy ott van 100 halombatta. Ja, lehet, hogy elszámolok valamit, aztán Szibériába ébredek. Na, akkor innen viszont rányomjuk, hogy veszünk egy kis import mód, tehát ugye lehet választani, hogy ilyen eladni akarok, vagy venni akarok, és én itt rányomom, hogy veszek. Veszek egy kis áramot. És akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jön az áram. Én is jövök, nem csak az áram, és mindjárt meglátjuk, hogy itt most azért kicsit ki kellett húznom is, de még a sineket is el kell majd húzni. Na nézzük, hogyha ezt én most itt megnézzük. Na, hogy vagyunk most épület áramforrás nélkül? Vagy még nem ért el idáig az áram? Az hogy lehet áramforrás nélkül? Vagy tényleg mégiscsak kell ide valami a kettő közé. Vagy mégiscsak be kell ide tegyünk valamit, és akkor ezt nem ússzuk meg ezt a kérdést. Mert már itt sincs áram, tehát itt az a gond. És akkor viszont ezek szerint mégiscsak kell ide valami. Ja. Hát igen, de ez közepes feszültség, tehát az benne a vicc, hogy ez ugye közepes feszültség, amit én ide hoztam, csak valamiért mégse, vagy csak itt a bekötés nem jó. Ugye nézzük már meg itt, hogy itt valami nem jó, de pedig ez hozzá volt kötve. Ez most itt tuti hozzá van kötve. Épület áramforrás nélkül, ez pedig még mindig azt mondja.
Valami nem stimmel ezzel az árammal még mindig. Mindig le is állítom az időt. Nézzük már, mi van még itt. De hát közepes feszültség elosztó az. Áramtranszformátor, hát ez az egyfajta áramtranszformátor van, de abba ugye nem lehet bele nyomni. Hát csak ugye ez idáig el tud nekem hozni, aztán 2,2-t, vagy nem is tudom, és innen jön ugye az alacsonyabb, ez is közepes feszültség, csak ez még kisebb, megavattos, de viszont hát innen nem tudom, hogy ez innen miért nem nyomja tovább, vagy feljebb kéne még venni, mert nem elég az áram. Teszek egy kicsit feljebb. Lehet, hogy nincs elég áram, de hát nem hiszem, hogy az a baj, mert rányomtam én, hogy mennyit szeretnék. Látom, ez 4, hát de 4 megavat, amit nem is tud szállítani, ugye ez eleve csak ilyen 2,2 körül van, tehát 3-nak, tehát annyinak elégnek kéne, hogy legyen, én szerintem, de hát nem tudok jobbat, többet rányomni, mert ez, hát annyit nem tud vinni. Úgyhogy ez szerintem annak jónak kéne lenni. Igen, itt vagyok, sziasztok! Ja, nem látom az áramot. Igen, itt van valahol pedig. Itt kell, hogy legyen. Elvileg itt kéne. Az esetleg, nem tudom, de hát szerintem itt, hogy valahol meg van szakadva, azt nem akarom elhinni, hogy itt valahol ez meg lenne szakadva. Itt, hogyha én ezt valahova megpróbálnám bekötni valami olyan dologba, lehet, hogy kipróbálom, teszek egy olyan próbát, hogy itt valahova bekötöm, és kipróbáljuk, hogy abban van-e áram. Ezt lehet, hogy egy ilyet kipróbálok. Ezt én innen most leszedem. Én csak itt lekapom innen a dolgokat. És hát megpróbáljuk, igen, most ez ide van bekötve, de én ezt innen most leszedem, és ezt megpróbáljuk. Hát ez elég érdekes így, teszek rá egy kis időmúlást. Elvileg az igen, és akkor nézzük, hogy most ebbe itt van áram. Áramforrás nélkül. Tehát valami nem stimmel, lehet, hogy valahol meg van szakadva. A vezeték. Jó, akkor most nézhetem végén. Ó, de jó. Akkor ezt meg kell vizsgálni itt a vezetéket. Valakik ellopták. Ellopták, ezt viszont akkor itt visszacsinálom. Valakik ellopták, gyerekek. Nagy baj van, ez nem is az, ami nekem kell. Ilyet kéne törőjünk. Ja, nem jó. Ilyet kéne törőjünk. Jó, ugye megnézzük, hogy itt most mi van, de... Valahol elképzelhető, hogy... megállt. Az, hogy egyébként nem mutatja sehol, de én úgy láttam, hogy zöld volt mindenütt, tehát hogy ezt itt végighúztuk. Hát igen, mutatja is gyönyörűen, de persze hát az is elképzelhető, hogy nem látszik, és mégiscsak valahol eltűnik. Akkor ugye lecserélem magas feszültségre, aztán ott van. Ez pedig jó. Vagy ez itt, hogy van itt? Itt van rosszul bekötve. Lehet, hogy itt, ez most itt lett rosszul, nem jó helyre kötöttem. Ez lehet. Na nézzük, gyerekek, nem lett jó helyre bekötve, akkor eldobom az agyamat, hogyha itt nem jó helyre lett bekötve a dolog. Ez hogy van így, ilyen furán?
Na, na, ne már, csináld már rendesen. Ja, le vagyunk állítva. Na, izé, ilyen nekem. Nem látod, hogy minden bajom van? Na, ez most viszont úgy néz ki, ez ide be van most kötve. Hát itt véletlenül nem... Én magasról csináltam, és szerintem nem volt jó bekötve az áram. Ó, az anyja mindenit. Pinki, hogy van a nagy lábú, ja, az a két középső lábújad? Köszönöm szépen, jól van. Nagyon bele tudok rúgni az ülőgarnitúrába, úgyhogy már fekete, műtenén nem na, kell levágni, van áram, nem kell, esik magától. Igen. Na, örülünk neki mindannyian. Ez meg viszont most nincs bekötve, mert ezt az előbb én szétszedtem itt, azt hiszem. Azt hiszem, ezt én meg itt szétszedtem az előbb, úgyhogy ezt itt valamit kell vele csinálni. Azt mondja Laci, hogy ő azt mondta, hogy magas feszültség kell rögtön. Igen, én is gondolkoztam rajta, de hát legfeljebb majd kicseréljük, hogyha... Most nem csinálok olyan nagy várost igazából, most amiatt az egy dolog miatt gondolkoztam én is, hogy most hogy legyen. Na, hát nem hiszem el, hogy nem, most meg ezt nem tudom bekötni. Ne izélj már. Ez most itt össze vajon kötve, vajon? Van áram, jó van, össze van. Össze vagyunk, és működnek ám a pumpák, az látszik. Ugye megnézzük, hogy... Hát, igen, az olaj az jön befele, az nagyon jó. Hát munkások még nincsenek, de mindjárt akkor teszünk bele a munkásokat is. Ugye itt jönnek, működnek a kis pumpáim. Ugye meg is nézzük, hogy mi az, ami jön. Hát ja, semmi, mert hogy hát nincsenek munkások. Munkások nélkül nem lesz itt semmi. Tehát hogy ebben még nincs, aki dolgozzon. És 500 ember tudna benne dolgozni, úgyhogy ide kell. Na most már én szerintem tegyük le ide a munkásokat, aztán majd még ott a végén bekötöm még azt is, azt az egy kis zébigyót. Na nézzük, hogy akkor azt nézem, hogy hol is lesz itt, hol lesz itt járda, mert nem olyan sok kivezetés van ám ebből a házikóval, és nézzük, hogy honnan, ugye itt van egy járda, ahol ki tudnak, be tudnak menni a munkások, ja, meg itt van egy. Akkor ezt a város, nem is van a helye, itt lesz a város, mert itt tudnak majd bemenni dolgozni. Jó, ide pedig teszünk várost. Itt a városka, olcsó, kicsi, nem drága. Itt a tapéta. Na és akkor itt van az a gomba, amit Gabesz mondott, hogy van egy ilyen terep szerkezet mutatás, és hogyha erre rámegyek, akkor így mutatja nekem. Amiatt az egy dolog miatt, hogy hát azért a házak is szebbek lesznek, hogyha a párhuzamosak ugye a végtelenbe találkoznak, tehát innen azért szebb lesz, és akkor itt vannak a lakóépületek. Én mindjárt megyek is erre a legnagyobb panelra, mert nem gatyázunk vele. A pénz az egyébként itt látszik, hogy ilyen kis óvatosan itt pöttyög most már lefele. Hát mert jön az áram, ugye, de nem sokat használom még belőle, de azért valamennyit használnak ezek a gépek. Én nem nagyon gatyázok, mert 500 ember kell ebbe, hogy dolgozzon, és az rengeteg, és egy ilyen házban lakik, nézzük, csak 189. De hát ugye nem mindenki fog ott dolgozni, mármint, hogy itt, mert azért vannak, hát igen, mert vannak, akik ilyen kiszolgáló személyzet, ez az amaz, tehát ugye lesz, aki kocsmáros lesz, meg aki stb., tehát nem mindenki fog itt lakni. Hát ez hogy van, nem te mondod meg? Nem én. Nem? Ezek mennek munkát vállalni. Hát tudod, a szocializmusban egyébként emlékszel, na le is állítom addig. Jó, tehát emlékszel, hogy volt egy ilyen, hogy KMK, azt nem tudom, ki tudja közületek. Nem, biztos nem mindenki, de nem mindenki tudja, egész biztos vagyok benne. Na, én le is lakom ide a házakat, nem biztos, hogy sokkal párhuzamosan. Így van, közveszélyes munkakerülőknek hívták, tehát ugyanis arról szólt a dolog, hogy kötelező volt dolgozni, és aki ez a legutolsó, az nagyon csúnya lett, de nem baj. Így közelből kellett volna, de hát olcsó kis szocialista lakótelepecske lesz. Tehát ugye arról van szó, hogy igen, tehát kötelező volt dolgozni, és aki pedig nem dolgozott, az jött a rendőr bácsi, és be is csukták cserébe.
Mire húzunk ezért, akkor majd mindjárt is indulnak a munkások. Ha már is indultak. Zsamelnak dolgozni, de mindjárt kocsmát is kapnak, mert rendes vagyok. Már mennek dolgozni, látjátok? Nagyon szuper. Sok kis járdácska. Ezeknek járda kell. Azért is írtam, hogy a dolgozó járjon jól, ott a járda. Én adok nekik járdát, menjenek. Jó. És szerintem ez így jó. Ugye ezt mutatja nekünk, hogyha rámegyek egy házra mondjuk, egy épületre, és itt rámegyek a emberkékre, akkor mutatja, hogy gyalog, na itt van, tehát gyalog mit tudnak elérni. És hát az lényeg, a gyárat elérik. Úgyhogy ez most szerintem nekünk így jó lesz. Akkor tűzoltóság? Nem kell vagyok? De hát jó, most várjál már, hát most először szép kis szocialista lakótelep, hát nézd már, hogy milyen gyönyörű, hát most, és itt zsamálnak az emberek dolgozni, és hogyha megnézzük a gyárat, na már alakulnak, jól van, jönnek, és be is indult nekem a termelékenység, itt az olaj, csinálják a benzint is, meg a bitument is, nagyon örülök neki. Gelle is írja, hogy ő neki mit akartak a Google fiókjával. Hát azért ne arra, hogy Gelle, maradjunk abba, hogy akkor meg Google se volt, amikor most mi játszunk. Még telefon se. Én most ide nagyon rendes vagyok, hát legelőször is teszek nekik egy kis élelmiszerboltot, mert azért anélkül én se dolgoznék, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy meg és a másik az meg mellé a kocsma, tehát ez a két nagyon fontos épület, ez ide fog kerülni. Hát utat... A Szent Háromság tér kell, a kultúrközpont, a templom, meg a kocsma. Utat azt nem is tudom, hogy ide hogy fogok majd tenni. Lehet, hogy sehogy. Nem tudom, az oda, hogy fog így beleférni a dolgokba. Vagy egyik oldalra jön, egyik más oldalra, meg ide, és akkor osszák be a kocsmát, meg az élelmiszer volt ott, de lehet, hogy ez így jó lesz, amúgy. Üzem egy konyha nincs. Jó, és csinálok egy kis járdát, és azért, ja, a járda megvan. Itt is megvan a járda, jól van. Már azért mennek. A reggeli kis vodkát azt azért becsapják néhányan. Hát már nem izélnek. Na és akkor... Na mi van, fogyunk? Hello! Jelenlegi term... Megnyitottam a kocsmát, gyerekek, elfogynak a munkások. Hello! Hát, de jó, kultúrközpont, mondtam. Na, látok, azért nyomok nekik egy kis ideológiát, nehogy azt higgyék már, hogy... Na, látok csak... Vigyázó szemeiteket atyátokra vessétek, right? Azt ide teszem, hogy... Majdnem. Ide teszem a gyár mellé, hogy... Teszek ide a másik oldalra egy sarló kalapácsot, azért... ide fér, nem fér ide. Sarló kalapács, ilyenek vannak? Hát figyelj ide, olyanok vannak ebben a játékban, hogy... Olyanok vannak benne, hogy például a tévé meg a rádiónál el tudod dönteni, ez ide most nem fér ide, el tudod dönteni, hogy miket, milyen propagandát sugározzanak. Jaj, értem. Ez nem megy, de és megy. És akkor hopp is, van. Mikor a sarló kalapácsot mutatja, tudod, fordul a férfi és a hölgy a sarló és kalapácsot. Emberek, ki ez a szerszám? Ismerted? Igen, és senki nem jelentkezik érte. Ja. Tehát akkor itt még én szerintem építünk még házat, mert ez így kevés lesz. Ezek a munkások, ezek munkások, proletárok előre. Csinálunk még akkor ide. Csinálunk még ide, bizony. Ugye ezt. Építünk még ide házakat, mert ez így nem lesz jó. Jó. Még ugyanilyen házakat ide tenni kell. Ja, várjátok, az a baj, hogy... Várjátok, nagy baj van ám. Hát ezek a házak nem kapnak áramot egész biztosan. Idáig már... Ja. Nem, idáig nem jön már az áram. Még lehet, hogy eddig se jön az áram. Áramot el kell ide hozni.
ott tartottunk valahol, hogy ugye ez hozza az áramot valameddig, de nem bármeddig. És akkor ebből viszont vinnünk kell. Ja, innen még csinálni kell elosztókat. Vigyük az áramot. Ezeknek nincs áram. Nincs áram, gyerekek, nincs áram. Erre a legközelebb, hát szerintem nekem itt torony iránt, én itt áthúzom az áramot. Én torony iránt áthúzom. Na, ez miért piros? Miért piros, amikor zöld is lehetne? Izéljetek nekem, amikor ideig áthozzuk, és ide teszünk egy ilyet, és ez megint el fog itt nekem látni elvileg sok mindent. Jó. Na, ez már nem hiszem, hogy megint miért piros? Miért nem tudom oda bekötni? Ez így jó. Ez így most bekötötte. Na és akkor most az a helyzet, hogy ez így most, hogyha megnézzük, így van, én csak messzebbről nézem már, de ezt elvileg... Jaj, az utolsó házban nem jutott áram. De örülök neki. Akkor ezt pedig akkor még innen tovább kell vinni. Tovább kell osztani az áramot. Tovább kell osztani, mert itt az utolsó házban nem jutott áram. Jó, akkor itt csinálunk még egy kis elosztót. Jó, hát ez az árammal egy kicsit el kell szórakozni, mire közepes feszültségű elosztó, akkor azt jelenti, hogy az mondjuk onnan jön, és akkor erre fel pedig osztjuk tovább. Onnan jön, ja, egyet azt már ez fog kapni, és utána megyünk lefele tovább. Akkor vissza az egész, mert ezt itt ki kell üssük innen. Nem jó, ezt innen ki. Ezt is. Ez ide megy a bekötés. Ez innen oda megy a bekötés. És itt pedig megyünk egy kört. Ez itt miért piros? Miért piros, amikor nem pirosnak kéne, hogy legyen? De miért? Most miért piros? Piroska és a farkas. Mondja meg nekem valaki, ez itt miért piros? Itt is piros. Ó, hogy tegyelek a füstre, de miért vagy piros? Na most ilyen nagy kört kell vigyek. Én elviszem így is, de nem mindig azzal, amit mi akarunk. Remélem mindenki látja, hogy azért nem mindig az van, amit mi akarunk. Jól van, és akkor ezt pedig ide bekötjük. Innen már tuti, hogy el fogunk érni. Ez innen el fog érni nagyon sok mindent. Az uralon innen vagyunk, vagy az uralon úr? Én uralok mindent, ezt azért tudjátok. Ez innen viszont már elér mindent. Jó. És már elérnek a házak is. A házak valamilyen nézzük, hogy hogy vagyunk. Hát persze kell ide még kórház is, meg sok minden kell még. Börtön. Utak, hát utak még egyáltalán nincsenek amúgy egyébként. Börtön a legfontosabb. Börtön. Hát amúgy tényleg kéne az is. Na hát, de építünk akkor utat. Jó, meg errefele is csináljunk utat. Az ott nem tudom, jól van, építsük meg! Jó, az eddig tartott az út. Jól van. Hogy hívták a tegnapi hölgyet, aki bejött a szobába, és nem is beszélt velünk, csak pár szót? Letti, ő itt van most is a csatán. Letti, légy szíves, ne gyere be a szobába, leírtam többször, ha nem érted, akkor én most bent vagyok, és moderátor, arra kérlek, ha nem vagy jelen a live-ban, nem szerepelsz, ne gyere ide hallgatózni. De amúgy Letti nem zavar semmit, mert Letti... De engem zavar. Ja, téged zavar. Engem zavar, kész. Erre egyébként... Letti, ő nem is szokott megszólalni, úgyhogy azért mondom, hát hogy ő nem zavar egyébként semmit, meg senkit. Engem zavar. Kész. Ja. Ide zártam, kiraktam okay. A szobában, most meghisztizik. Nyugodtan hallgass a live-ot, ugyanazt beszéljük, ami ott van. Nem értem, miért kell ide bejönni.
Jó, eddig eljön az út. Itt vannak lámpák, itt körbe megyünk, lámpás. Innen miért nem megyünk? Miért kell nekem így kanyarodnom? Jó, lehet, hogy itt a... beletartozik az általános műveltségbe, hogyha bemegyek egy szobába, azért megyek be, mert ott emberekkel beszélgetni akarok, nem pedig hallgatózok. Hát nem kapok érte Lenin díjat, ezért az úthálózatért nem kapok Lenin díjat, de... Hát nem. Kicsit, mint hogyha kacska lenne. Hát ez most nem is arról szól, hogy kicsit... Jó, de ide most kell még ház, ide építek még, mert is nézzük, hogy most hogy állunk itt munkásokkal. De nincs, nem dolgozunk maximálisan, tehát ide még azért egy-két házat azért gondoltam, hogy kellene csinálni, mert ugyanis kellenek majd még kórház, meg minden. De itt most úgyis a gyár a lényeg, tehát most ez a lényeg, ja, és hát még a vasút, ezt még megcsinálom, itt csinálnak egy-két házat, de meg utána kapnak jó egy-két épületet, de utána viszont a lényeggel folytatjuk majd, mert utána jön a vasút, mert az lesz még, ami nagyon fontos lesz. Ide teszek akkor még egy-két. Legyenek jó sokan! Igen, Gabesnek a nézethálo, igen, tökéletes. Nekem neked... Én most nem izélek vele, mert már úgyse olyan, amilyen... Olyan, nem lesz úgyse szóval olyan kis szeplőtlen. De... Jó, ez most így. Én csak itt most át kéne ezeket az átkötéseket itt megcsináljuk. Hogy a munkások eljussanak oda, ahova akarom, hogy eljussanak. Az ott nem lesz jó. Ide pedig jó lenne, hogyha itt valahogy ezekre a területekre átjutnának. Nem oda. Nem olyan egyszerű ám itt utakat lerakni. A kutya meg a macska. Á, jó van, kaptok ti... Hullámasoknak nem lenne rossz. Kaptok ti is ide, inkább kaptok ide boltot, jó? Azt nem tudom, hogy ezek amúgy gyalog eljutnak. Megnézzük már meg, hogy meddig jutnak ezek el gyalog. Ezek nem jutnak el a gyárig gyalog. A betolyok. De miért nem? Most az út, a járda miatt nem... Hát nincs ez olyan messze. Ahogy már azért autóbusz kell ember rakjak, akkor gyalog is el tudnátok oda menni. Na, izéljetek. Ez nem úri világ? Hát de ez olyan közel van minden. Én nem tudom, miért csinálják ezt. 12 óra munka után nem olyan közel ez. Na, ez nem is jó. Ó, ezt tudom bekötni, de szuper. De örülök neked. Ó, de örülök. Na. Na. Na, egy pillanat. Hallom, hogy jött nálam valaki. Nálam csengette. Hallom. Hát, hogy jön valaki, hozza a pénzt. Ja, amerikai nagybácsi, kanadai nagybácsi most hozta. Jó, hát valahogy innen pedig át kéne tudjunk zsamelni oda. Nem férünk el a két ház között, de elférünk szerintem. És itt elférünk? Nem férünk. Nem fér el az út. Miért? Nem fértek el. Ó, nem akarok házat lebontani, azt remélem, hogy sejti mindenki. Nem akarok házat lebontani. Jó. Így is jó? Na, most már indultak, jól van. Menjetek, tesó! Menjetek, tesókáim! Jóha. Jó, hát... Hülyén fog kinézni, de legalább... De legalább a miénk. Na, mert már, hogy ilyen... Nem hiszem el, hogy így akarod, vagy mégis? Jó, akkor menjél úgy. Azt hiszed, hogy érdekel. Hát csináljátok, menjetek. Menjetek dolgozni. Ez a lényeg. Innen nem tudom bekötni oda. Nézzük, hogyha ezt innen elténtetem. Be tudom ide valahogy kötni. Oda be tudom. Azt se, hogy nem tudom.
Jó, hát talán így, ilyen hülye megoldással, de talán így el tudnak odáig jutni, ahova mi akarjuk. De azért, hogy azért megkapják még azért a kis napi ideológiát, Pinky elvtársnő, így van, mert őről beszél. Kapnak azért egy ilyen vörös csillagot ide, hogy azért. Na, hogyha elmennek a kocsmába, akkor is azért így szem előtt tartsák a dolgokat, hogy tessék egy vörös csillag nektek. Bang! Tessék, és meg is lehet látogatni. Mehettek gyerekek vörös csillagot nézni. Autóval is el lehet odáig jutni. Nagyon jó, meg van csinálva. Csak ide... Várjátok, ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Így akartam összekötni, hogy aki akar, az elmehet állítatoskodni oda. Jó, ez itt jó. A bolt az működik. Jó, na ez nagyjából jó szerintem, mert most már zsong a város egy kicsit. Jó, a pénzünk az 8,5 millió rubelünk van, viszont úgy látom, hogy jelenlegi dolgozók, van egy csomó dolgozónk. Azt nem tudom, hogy itt gyűlnek, gyűlik az anyag is, jól van. Most már majd itt is elkezdett gyűlni az anyag. Az olaj az nem kezdett el nagyon gyűlni, azt nem tudom, de bitumen meg benzin az van, az érdekes. Na jól van, én azt mondom, hogy ezek a házak már Pinky elvtársnőről beszélnek itt a cseten, csak úgy mondom. És akkor annyit csinálunk, hogy hát most csak azért, hogy rendkedve összekötöttem már itt valamit valamivel, amúgy teljesen mindegy, mert nem kéne. Na, és akkor annyit csinálunk, hogy jöhet a vasútállomás, és a vasútállomás azt meg valahogy úgy kéne, hát szerintem lehet megint azt csináljuk, hogy először elhúzzuk onnan a sineket, elhúzzuk valahogy idáig, és majd utána, hát valahogy, ugye itt vannak ezek a tartályok, tehát valahogy a vasútállomás, vagy valamit ide kéne tenni, mert innen jönnek majd ki a izék, tehát idáig kéne eljutni, csak hát honnan kezdjük az egészet, hát ugye onnan. Onnan felől onnan kéne, hogy induljunk, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Csak mert most már jön az anyag, ne csak a pénzt költsük, hanem akkor jöjjön vissza is pénzünk. Még kórház, még ennek még szó nincs, de legalább... Na, háromféle sinünk van. Van a talpfás vasút építés, az 70 km/h-val tudnak menni. Van a beton talpas vasút, a 150-nel, és van a villamosított, az is 150. De én szerintem, mivel most nem embereket akarunk rajta szállítani, hanem tehervonatok, azoknak szerintem ez a 70 kilométeres is elég lesz, mert ezek tehervonatok lesznek. És ez a legolcsóbb is, de most szerintem első körben én szerintem ez így jó lesz. Most egy kicsit közelebbről kezdtem el nézni, hogy itt emelkednek a dolgok. Várjunk, hogy jön itt a sín. Eddig még jó. Megnézzük, hogy jön itt át a hegyen. Hegyek, vagy hogy van? Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat. Ismered ezt, Pinky? Nincs is itt. Ismeri ezt valaki? Hogy én a legszebb lányok közül téged választalak. Akarjátok Adimó elének. Egy a jelszó, tartós béken. Így van. Állj közénk és harcolj érte. Ez az. Igen, ez most egy hegyen megyünk át. Jaj, hát ez vicces lesz, de mondjuk akár alagutat is építettem volna, de jó, ide viszont kell egy kicsit, meg kell emeljük ezt az egész környéket. Ja. Jó, szerintem, vagy hát nem megemelni, pontosabban bele kellett vájni a hegybe, és itt is, hát nem, itt már lehet, hogy jó. Itt jó, jövünk elvtársak. Jön a sín. Az itt most hogy jövünk itt tovább? Ja, itt a folyót került, vagy a tavat kerültük ki. Na nem baj. Csinálunk egy kis kanyart.
De jól tudunk jönni, de jól jön. Nagyon jó. Ja, itt megint bele kell, megint ilyen domborzatos egy kicsit a dolog. Aha, eddig jó. Innentől nem jó, vagy... De innentől is jó. Hát jó messziről fog menni a vonat, az tuti. Az tuti, hogy... Itt vagyok, csak közben csinálom a lecsót. Ajajajajaj. Lecsó lesz vacsorára. Meghívok mindenkit. Hallottátok, indulunk. Telekocsi. Vonattal gyere. Telekocsi szolgáltatás. Jó, itt megint ez valami hegyen vagyunk, vagy mi ez az izé? Ja, most fenn vagyunk valami hegyen. Ez itt nagyon vicces, hoppá. Nem is tudok csinálni. A sárgával még lehet valamit csinálni. Várjátok, akkor örülünk a jobb egérban. Aha. Jó. Jó. Ülünk a vonaton. Aha, ott még... Ja, jó. Jó, szerintem. Ahol sárga, ott még jó. Ahol piros, ott már nem tud vele mit kezdeni a rendszer. Hoppá, addig még... Na. Hát ez valóságban is így néz ki, nem? Tehát így mennek a kis póznák, aztán mellette meg megy a vonat. Ezek mondjuk sok pénzbe kerülnek, ezek a kis földmunkák. Ezért már messze vagyunk még, elvtársak. Messze van még a szabadság. Jaj, megjöttünk. Jó napot kívánok. Jött Piri néne. Na hát idáig innentől kell majd valamerre vasútállomásunkat. Én szerintem az sínt, azt most ott hagyom. Ugyanis itt meg kéne építsük, azt is még nem kötöttem be, bekössük. Az anyja mindent, tehát ne maradjon már ott. Ez most valamelyik, például ez elmegy odáig. Hoppá, nem akarok már. Sínt építek mindjárt. Hogy állom. Ja, azonáig elviszi az áramot. Viszont akkor kellene nekem, hát ezt csak kössük be, én azért bekötéspért párti vagyok, várjátok, akkor ezt valahogy, én azt mondom, jó emberek, azt ide kössük be. Csak ahhoz, hogy én azt mondom, nincs, ugye két ilyen befolyó van, tehát nincs több befolyó rész, azt néztük, ugye megnézzük még egyszer, de én úgy tudom, hogy nincs, ugye meg is nézzük. Ugye azokból majd ez más kérdés, csak ugye itt kettő ment befele, ez már itt látszik, hogy kifele akar jönni, ezek is kifele jönnek, és nincs több. Az emberek azok zsamelnak dolgozni. Szóval nekünk ide kéne valahogy betenni, hogy mert két ilyen beömlőnk van összesen, tehát ide valahova, na, már kicsit az irányítással itt izébi gyózok. Hol van ez? Itt vagy, Cimbi. Na, te kapsz egy pumpát, jó? Hülyén állsz te is, de nem baj. Ide teszünk valahol egy pumpát, és az pedig úgy fog kinézni, hogy... Ez is így fog kinézni, csak ez most úgy néz ki, hogy innen jön. Egy zöld területet kell találni, ez elég... Ezt mondhatjuk, hogy ez elég zöld. És akkor ide bekötjük ezt. Innen meg visszük tovább. Ho. Áram. Az áramokon. Várjunk csak. Houston. Jaja. Ezt valahogy úgy kell majd megcsinálni. Mert ezt is innen ki kell szerintem törőjem. Ezt innen kitörlöm. Ezt is ide kötöm le. És ezt pedig innen bekötjük oda. Így. És akkor elvileg, hogyha minden igaz, nézzük. Igen, az dolgozik. Ha megnézzük, ez hogy néz ki, ennek a beömlője. Ugye egy három, még egyet rá lehetne kötni, de ugye három, vagy a kettő jön be, ugye háromból, és egy megy kifele, tehát ide bejön. Ez innen mind a négy oldalról jön. Jó, és akkor megy ide be. Nem baj, az, hát ha dolgozzon, akkor már mindegyik be legyen kötve.
Én azt mondom, legyen úgy. Na, és akkor viszont ide meg kéne építeni valahogy a vasút. Hát igen, itt most ugye kellene, egyelőre járművek nincsenek, mert azok is üzemanyagot fogyasztanak, tehát ez még az úthálózat, meg a járművek, ez még a következő kérdés. Szia, Maros Papi! Tehát a következő dolog az az, hogy nem a sinek, hanem, ez nem biztos, hogy a sinek, de jó helyen vagyok. Igen, tehát kell nekem egy olyan, az a neve, hogy fűtőház. Hát, hülyén fordították szerintem, mert ez egy, mindegy, ez elég hülye neve van. Tehát elvileg ez azt jelenti, hogy itt három sín megy be, meg három ki igazából, és most az a helyzet, hogy is vagyunk, ja, itt vannak, hát mindenképpen itt kell majd valahogy kerüljön egy kört. Azt nem tudom, hogy itt hogy is álljátok. Ezek a sínek, ezek annak mindegy, hogy hogy van, nem? Így egy kicsit rá nagyítok már a fűtőház dologra, mert ez gyanús egy kicsit, fűtőház. Ja, de ez minden oldalról úgy látom, csak kifele mennek a nyilak, tehát igazából itt lehet szerintem. Legyen itt. Na, mondom itt. És akkor ide már én szerintem be lehet kötni a sínt. Ide. Innen, itt lehet majd vásárolni a vasúti kocsikat, meg a mozdonyt, meg stb. Tehát ebből, ezt mindenféleképpen nem árt, hogyha itt bekötjük. És akkor utána kell majd ide tenni egy olyan részt, ahol a csövek be vannak kötve, tehát egy ilyen felrakodó valamit, tehát egy ilyen kis valami, és akkor onnan az is be lesz ugye kötve. Ja, és igen, akkor nagyjából így. Olvasom, várjátok, addig le is állítom. Az idő ne menjen. Hol tartunk már? Február 15, hát az még semmi. Ugye hát 1970-ig kéne majd eljutni, mert onnantól jönnek az újabb járművek, tehát igazából tehát még semmi, ahol járunk. Jó, nem tudom most pontosan mit kellett nézni, de szia Szikra, üdvözlök ezzel mindenkit. Esetleg ha valakit nem láttam a cseten, elnézést kérek tőle, és őt is üdvözlöm külön. A Hun Prime van itt, még lapozgatok itt vissza. Üdvözöllek, és Deden Games, Dead is itt van, oké, okay, hello. Azt a hanob díjné meg lehet. Jó, végignéztem már. Hát, jó van, nem baj. Nem baj lett, én elfoglalkozzál, elnézést. Ezért, hát van, aki szereti, vagy elviseli, van, aki nem. Most nem, de hát majd máskor bejöhetsz bármikor. Leti, akkor sem tetszik, ha valaki nem szól egy szót sem, és bent ül és hallgatózik. De számomra az egy paraszt. Ne mondjál már ilyet. És nem kidobtalak, átraktalak a társalgóba. Ott meg nem szeretem. Tehát a kidobás az, hogy kivannolak az egész szerverről. Ez nem történt meg. Tehát ne sírjál, próbálj meg viselkedni. És nem az a live-ban, amiben te ide bejöhet. Puci, szia, viszlát! Ez most... Én most mit építettem? Egy KGB volt. Várjátok már, én most ide... Ja, várjátok, hát leállítottam. Azért nézem, hogy én most mit építettem ide. Jó, megvan a sínünk. Na, sín. Ugye megnézzük már közelebbről, hogy néz ki. Hát itt voltak azért talajmunkák. Jó, ez meg lett egy kicsit emelve a terület. Jó, itt egy kis... Itt egy kis kanyar. Itt most nagyon, nagyon szocialista a hangulat, tehát itt... Itt a helyzet... Itt aki nem viselkedik, az kizárjuk a pártból. Jól van. Lehet menni gyülekezni a TS-be. Na és akkor én azt mondom, hogy hát nem, én szerintem ezen keresztül szerintem biztos, hogy be lehet kötni, de mindjárt várjátok, meg is nézzük, hogy akkor milyen épület van. Tehát ugye ebbe, sőt, hát ha már itt vagyunk, akkor miért nem nézzük meg, hogy miket lehet venni. Új jármű vagy gép vásárlása, hát ugye lehet attól függ, hogy mivel szeretném, ugye ez a dollár, nem a dollárt nem költjük elvtársak, mert csúnya imperialistáknak a pénzé nem kell nekünk, nem költjük, költjük a saját kis jó kis rubelünket, és akkor ebből azt mondja, először veszünk tehervagon, abból nekem ilyen tartálykocsi kell, abból mondjuk veszek vagy négy tartálykocsit. Veszek négy tartálykocsit, mert jó fej vagyok. És akkor kellene nekünk még a dízel mozdony, én szerintem ez egy 50 ezer, ez egy kemény, 552 kilowatt, mert azért valamelyik csak, jó, ez 1500, várja, 2900,
Ez 9-25. Jó, de ez ilyen mozdonynak kinéző mozdony. Csak ez nem biztos, hogy ez ide jó. Ez miért tette külön? Ez miért nem mögé teszi? Hogy előbb a mozdony kellett volna megvenni, és utána. Vagy ez hogy? Houston. Várjátok, és hogyha most a tehervagont most veszek, ez tartály, tehervagon, ráveszek tartály, most teszi mögé, megőrülök, és akkor eddig mi volt? Ezt most, hogyha így leteszem, akkor ez 5-öt fog húzni, vagy csak egyet? Vagy ez most így miért? Na jó, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most így mi lesz. Jó, és akkor azt csináljuk, hogy mondom, azt csináljuk, hogy ezt ide miért nem tudom kiválasztani. Jó, tudom. Ne dudáljál. Ezzel mi van? Ez megint nincs áram alatt. Ó, az anyja mindenit, hogy... Ó, az anyja mindenit. Ezeknek az áramoknak már. És ide akkor még be kell tegyünk, be kell ide tegyünk valamit, hogy legyen itt áram. Sőt, hát ide is kelleni fog, mert lesz a másik. Ide kell, ide elhúzunk még egy ilyen kis... Ó, gyerekek! Mindig ez a sok energia. Ide valahova teszünk egyet, és azt merről fogjuk behúzni, mondjuk kb. Arról fogunk jönni. Egyet benyomunk egyet, azonnal el fogjuk érni. Csak nekem kellni fog még egy közepes feszültségű switch is, de nagyon fog kellni. Na, onnan... Várjunk! Azt én hova teszem? Ha én ide teszem, mondjuk onnan jön 1, 2, 3, vagy abban az irányban, nem tudom, hogy kellni fog-e nekem még épület, azt nem tudom. Innen jövünk, lehet, hogy kellni fog, akkor úgy csináljuk, hogy ide tesszük, és akkor így, itt viszont akkor ezt meg kicsit meg kell rendezgetni a dolgot, mert akkor innen valamit leszedünk. Ez innen megy arra. Akkor ezt én innen kiszedem. Na-na. Jó. Az jó, csak ide akkor innen elvisszük az... Mondom, elvisszük. Be vagyunk állítva le. Mondom, elvisszük. Olyan jó lenne, ha össze tudnálak kötni benneteket. Összekötöttelek? Ja, össze. Jól van. És akkor ezt pedig összekötjük. Várjunk csak. Ezt összekötjük, akkor nem teljesen jól csináltam, akkor nem baj. És akkor most az egész világ egyetlen célja az, hogy felépítesz egy orosz államot, és rögtön az árammal kezdtél, és olajja, meg vasúttal. Ennyi? Szóval és akkor innentől kezdve gazdagok vagyunk? Még nem hiszem, hogy gazdagok leszünk. De nem hiszem, de hát most ugye meg kell annak lennie, hogy megkötötte, nem. Tehát meg kell annak lennie, hogy az, hogy fogom itt összekötni. Nem lehet ezt így. Tehát egyáltalán működjön a rendszer, már most itt ez a nagy kérdés, hogy és akkor lesz idegháború az USA-val, meg ilyenek? Minden. Amit akarsz. Amit csak szeretnél. Ezt nem jól tettem ide le, mert... Vagy nem tudom. Ebben most van ára. Ebben van ára. Bélyezve minden parasztot, meg ilyesmi. Ebben van ára. Ebben nincs, odáig nem jön az ára. Ja, itt van az... Ó, gyerekek. Mindig ez az áram. Ez itt mit keres? Innen le kéne odáig húzzam, de miért nem akar lehúzódni? Az most be van kötve, tuti. Ezt kéne még ezzel valahogy itt összerángatni, ha engedné. És olyan boldog lennék, elvtársak. És összekötötte, jól van. Jól van, elvtársak! Örülök neki! Jól van, elvtársak. Viszont azt nem tudom, hogy most erre én rámegyek, és ezt, ja, ide nem tudom rákötni erre, mert hogy innen vesszük, tehát nekem most
innen most nekem, akkor meg kéne mondani a vonatnak két pontot, hogy honnan, hova menjen. Csak akkor nekem először most meg kell csináljak, ide akkor csinálok egy valamit, egy ilyen betöltőt, tehát ahol fel tudják tölteni, és akkor az az egyik pont, a másik meg a határátkelő, és akkor ott fog majd ingázni a vonat, és nekem ezt valahogy oda be kell kössem. Tehát akkor ide... Bejárósok lesznek a munkaerők? Most eladjuk az áramot. A béke kőolaj vezetéket nem lehet, ez csak vonaton lehet szállítani, úgyhogy nem lehet megépíteni. Úgyhogy ez van. Az barátság volt, nem béke, vagy kettő volt? Mindegy. Barátság kőolaj vezeték volt. Szia Dorina, alias Vidra. Hát igen, mert van itt május egy ruhagyár. Tényleg ruhagyárat várjátok, azt is építek már, mert ezek az emberek megérdemlik. A dolgozó járjon jól? Ott a járda. Na figyeljetek, én ezt megépítek, nem is jót, mert hol a ruhagyár? Még focipálya, jó, hogy nem már focipálya. Élelmiszerbolt, az van kisbolt, bevásárló központ, azért azt megkapják, ha rendes vagyok. Senki nem mondhatja, hogy nem vagyok rendes. Kapnak egy olyan bevásárló központot, gumáruház. Fizetést nem kapnak, de áruház, igen. Gumáruház, ismerős ez valakinek? Szavasz, Ferencem! A dumni. Jól van. De még akkor egy kicsit... Jó, hát azért... Már a ruhákra jutott eszembe, hogy hát hello, hát ezeknek... Azt nem tudnak, hogy élelmiszerboltban nem kapnak ruhát. Eddig budiba dolgoztak, vagy ruhába? Az is lehet. Ezektől mindenki telik. Ezek, figyelj, ezek... Ezek... Jéghátán is megjelennek, ezek szocialista emberek. Várjál, egy kicsit, hát itt már úgyis hülyén néz ki minden, úgyhogy már most teljesen mindig hol megy a járda. Na, dolgozzatok gyerekek! Megjött Ferenc is, figyeli minden lépéseteket. Hogy hívták a Vörös téren a nagy áruházat, tudja-e valaki? Ne haragudj! Még nem lettünk kész mindennel, de haladunk. Csináljuk, ne haragudj. Lenni nevtárstól bocsánatot kértem. Na, ide kell akkor, hogy tegyünk akkor valami kis felpakoló cuccot, de azt látok, az hol is van, ez is a olajbitumen. Ugye megnézzük már, aszfaltüzem, az nem műanyaggyár, nem. Olajüzemanyag felrakodó állomás, nekem szerintem ez kell, és mindjárt meg is nézzük, hogy jaj, csak innen nem látjuk, megint rájátok le, rányítok, mert nem fogjuk látni a beömlőket, nem látom majd, hogy merről felől jönnek, mennek a dolgok. Na, innen lehet látni, hogy na, innen itt jönnek be, tehát jobbról jön be, és a bal oldalt mutatja a kifele nyílás, tehát ott mennek ki, és a kifele, ugye akkor fogom bekötni majd ebbe, tehát ez megy majd ki az országból, ugye abba az irányba, most már csak egy zöld terület kéne, és akkor innen bekötném. Jó, hát szerintem így jó lesz. Szerintem így jó lesz, elvtársak. Május 1-ét azért megünnepeljük, nagy felvonulás. Tényleg, hát még február 21, lehet, hogy meg fogjuk ünnepelni. Nem biztos, hogy ma, mert azért az elég lassan telik az idő, de... Nem, de hát csak, de majd egyszer. Jutott, hogy esetleg néhány nagy ünnep. Ó, nem jól csináltam. Hát a sineket kellett volna nekem itt figyelni, és a sinek azok piszkosul nem úgy mennek. Na jó, tesz egy kis kanyart majd a sín. Itt majd lesz valami, lesz egy kis megforduló. Nem lesz ez így, ezt le kell bontsam. Ezt le kell bontsam, elvtársak. Ezért lehet, hogy visznek azért, elvisznek engem a Szibériába, de ezt szerintem le kell bontsam, ez nem jó. Ez így nem lesz jó. Ez elvtársak, nem lesz jó. Nem elvtársak. Illetve elvtársak, csak nem lesz jó. Na, ugyanis az a helyzet, hogy vajátok, ott jön be, ugye abból az irányból bejön, csak nekem, hát a sineket kell figyelni, mert innentől már nem csővezetéken megy tovább, hanem sinen, és nekem innentől ezt kell figyeljem. Tehát úgyhogy sajnos ezt ott tévedtem én is ebbe az egész kérdésbe. Nem.
sín kell. Sín, sín, sín. És akkor itt melyik ilyen jön be? A bal szélsőre kéne akkor, hogy itt rákössük magunkat. Melyik ez bal szélső? Akkor még az is lehet, hogy lesz jobb szélső is. Jó, bal szélsőre rákötöttük. Elvileg, ha... Sose lehet egyébként ezt tudni. Á, megálltam az időt. Szóval sose lehet ezt tudni, gyerekek, láttok egy épületet, itt láttok, hogy itt bejön az egyik oldalon, itt kimegy a másik oldalon, és nem tudhatjátok, hogy itt nem kereszteződik-e meg. És azt a halál komolyan mesélek nektek egy történetet, annak idején, hogy mi volt. Ugye vett egy ismerősünk, vett egy kis biciklit a kisgyerekének. Hát miért vett orosz biciklit, vett természetesen. És az a helyzet, hogy ugye látta azt, hogy a lámpa, ahogy jött be ugye a biciklin a lámpán, látta, hogy van egy mit tudom, kék meg egy piros vezeték, és az ugye bement a vázba, a biciklinek a vázába, és hátul, vagy a dinamóhoz, vagy a hátsó lámpához, vagy nem is tudom, tehát az amott meg kijött a csőből, a biciklinek a vázból kijött, és akkor nézi, hogy de hát minden jól be van kötve, és nem akar világítani, és nem akar világítani, és ott szentségelt órák mentek el az életéből, meg minden, és akkor, amikor kihúzta a vezetéket, hogy na majd akkor újra csinálja, vagy mit, akkor derült ki, hogy a bicikli váznak a csövén belül, hát ott belül meg lett cserélve a két vezeték, tehát ami nem látszódott, és hát na, szóval azért mondom, hogy semmi nem biztos ebbe a szocialista világba, tehát ha itt bejön a sín, nem biztos, na de reméljük, hogy itt jól van azért. Reméljük, hogy ez itt jó lesz. Ne legyünk rosszak. Na, és akkor innentől most nekem viszont kellni fog. Ja, nem is ez kell, hanem ezt, hogy megnézzük majd, melyikben mi van. Á, kőolaj az, azzal még nem tudom, mi van. Az nem akar nagyon gyűlni. Viszont bitument azt már tudnék majd elvinni. Meg tudnék benzint. Benzint lehetne, mert azok is azért szépen gyűlnek. Tehát akkor ezt a kettőt kötjük be, ezt fogjuk szállítani, akár mennyire is nem tetszik valakinek. Benyát fogunk eladni. A csúnya imbrista. Csúnya embereknek. Na és akkor ide kell majd akkor bekössük. Innen akkor elindulunk. Egy. Ja, ez az a baj, hogy ahogy itt kereszteződik egy vezetékkel, vagy valamivel, és akkor ott úgy megállnak a dolgok, de onnantól újra kell, na, sutj egyszer, és sutj még egyszer. Most az elvileg még megnézzük, hogy áramot kap-e, de elvileg ebből, hát elvileg mondom én, de igen, igen kap áramot, nagyszerű, hát ennek nagyon örülök. És akkor ide már most a vonatot, én szerintem a vonatot most már ide tudjuk küldeni. Hát nagyon örülni. Azt nem tudom, hogy ezt most itt, nem tudom, hogy hogy van ez, hogy össze fogja ez rakni nekem, vagy csak azt az egyet húzza, mert akkor ezekkel nem tudom, hogy mit fog csinálni, de mindegy, majd meglátjuk mindjárt, hogy mit csinál vele. Jól csinálta? Tehát ide küldjük, ez az egyik megálló. Jó, akkor most elmegyünk az ország határa, itt megy a sín, cimbora, sincsin, cimbora. Na ide eljövünk, cimborához, ez lesz a másik. Azt nem tudom még, majd mindjárt meglátjuk a vonatnál, hogy tényleg mit fog csinálni ez a kis vonat. És akkor azt mondjuk, hogy ez a felrakodó. A felrakodó résznél csak felrakodás lesz. Hi-hi-hi, állunk. Szavasz Fasírt! Fasírt nagyon ért a játékhoz. Úgyhogy üdvözlöm itt közöttünk. Én is lecseszem azt, hogy jobban figyeljem már oda. Mire figyeljek már oda? Azért hívtam Pinkit, hogy olvasson nekem csetet, és meg se szólal. De itt vagyok. Ja, itt. El vannak, azon, hogy kirakom a lányokat innen a szobából. Játszunk. Igen, oké, át lehet húzni, az nagyon jó. Oké, fasírt. Nem kirakom őket, csak felrakom a beszélgetősbe. Menjenek oda beszélgetni. Ne, oké, nem azért, csak én is most ránéztem a csetre. Na szóval az első helyen, azt mondjuk, mert itt lehet import-export, tehát az első helyen ott csak felrakodunk, tehát ott nyomjuk, hogy az felrakodás lesz, és hát tulajdonképpen... Azt írja, ha
rakhat minden. Rajta tartod az egeret, bal klikkel, akkor át tudod húzni a vagonokat. Igen, azt olvastam, igen. A lerakodásnál pedig mehet a lerakodás. Jól van. Én szerintem ez így... Szerintem ez így jó is, gondolom. Hát olaj, ilyet az olaj. Hát olajat, ezt elvileg most nem tudom, miért nincs olajtermelés, de majd megnézzük itt együtt, akkor megnézzük majd itt együtt ezt fasírtal, hogy hát van ötlete, hogy milyen az olaj, az valamilyen nem akar gyűlni, de majd mindjárt megkukkantjuk. Csak először megnézem már ezt a vonat kérdést tényleg, hogy ez most balegér gombbal tényleg át lehet húzni. Hello, gyerekek, jó hosszú lesz. Hát nem olyan nagyon hosszú, de most kezdetnek megteszi. Jó. Ez így most kezdetnek megteszi. Ja, viszont akkor el kéne indítani ezt a kis drágát. És akkor, na nézzük, hogy mi lesz belőle. Na. Mi lesz? Hello! Ja, hogy leállítottam az időt, várjátok már, most indulunk. Jó, hát ezzel a sebességgel gyerekek gondok lesznek, de... Olaj nem nagyon akar, de úgy látom, hogy ez a része egyébként működik. Csak olaj, az viszont nem akar, vagy csak melyik az olaj? Ez nem az olaj, ez jó. Ez az olaj. Olaj az nem akar jönni. Beállítottam, hogy ebbe csak olaj legyen. És ezen belül viszont, igen, az olajból látszik, hogy ez valahogy elhasználjuk az olajat. És nem tudom, hogy miért. Napolaj. Nem tudom, hogy miért használjuk el, hogy valamin lehet itt állítani, hogy mi jöjjön. Nem tudom. Mert nézem már, hogy ha be van kapcsolva az üzemanyagfogyasztás, akkor tankoló állomást tegyél le. Ja, az pedig be van. Várjak egy kicsit. Igen. Egy tankoló állomást ide valóban beiktatunk, csak a tankoló állomáshoz is. Ja, itt még biztos lesz neki áram, ha ide valahova teszem. Meddig lesz áram? Mindjárt megnézzük. Az még csak 139, akkor még akár ide is mehet emellé, mert akkor itt tud egy ilyen kanyart csinálni. Csinálunk ide egy üzemanyag töltőt, így van. Csak nem tudom, az olaj az viszont miért nem gyűlik, azt az egyet. Ja, oda nem is fog menni, mert a finomító kiárata. De hát ez a finomító. Ez nem a finomító. Ez kőolaj finomító. Olaj finomító. Ja, hogy... Ja, értem. Tehát, hogy ez úgy van, hogy innen a kőolajat, ha kiványászom, az egyből bele kéne menjen egy ilyen tartályba, akkor lenne belőle a kőolaj. Ja, értem, és akkor viszont, ha megfinomítjuk, akkor meg már viszont benzin lesz belőle. Jó, na most már megértettem, hogy ez hogy működik, ez a gép, tehát... De mindegy, ez az egyik dolog, viszont akkor ide próbáljunk meg keresni tényleg egy ilyen üzemanyag töltőt. Üzemanyag, ez nem az. Teherállomás. Ja, ez a vonat dízel töltőállomás, egy ilyet kellene, hogy csináljunk. Ja, ide is viszont be kéne kapcsoljunk olajat. Így van, csak ez forosz irányba megyünk. Tehát ide be kéne kapcsoljunk majd olajat. Hát az utat, azt lehet, hogy összekötöm vele. Tehát azt majd, ha sikerül, akkor összekötöm. És akkor így tudnak majd menni. Hát remélem, ja, elér odáig, mert 201. Az még úgy jó is szerintem. Azért. Igen, csak ide viszont be kell kössek, akkor majd hogy legyen olaj, mert így meg viszont... Jó van, nem baj, ezt ide lenyomjuk. Jó, azért van leállítva az idő, mert annyit beszélek, meg minden addig ez itt nem ennyien az idő. Ide a sínt is akkor én most bekötöm.
És ez elvileg, ha minden jól megy, ez most elvileg ide bekötődik egyszer. Ez ide bekötődik még egyszer, tehát itt akkor fog tudni egy kanyart csinálni. Hát nem tudom, ez így most el fog jutni azért a célig, vagy nem tudom. Hát remélem, most tele van a tartálya. Jó, megnézzük. Viszont ide meg akkor, hát annyi, hogy ebbe viszont nekem be kéne csövezzem, mert így viszont nem lesz jó. Na várjatok, akkor viszont egy olyat kéne csinálni, hogy azt hiszem, hogy ez az olaj. Ja, ez az olaj. Akkor viszont az ezt innen valószínűleg lehet meg is szüntethetném, és akkor valahova ide máshova viszont csinálnék egy olyat, hogy közvetlenül ide jöjjön. Hát ha csak egy ilyen pumpa is dolgozna, Dámények, akkor már többet érdemes tenni oda. Akkor már többet érdemes, hogy benyomjunk oda. De minden esetre ezt itt én szerintem akkor megszüntethetjük. Igen, itt vagyok, sziasztok. Igen, igen, tartály után rakjál egy elosztó pumpát, és akkor tudod tölteni a tankolmást, és gyorsabban tölti a vonatot. Ja, hát ezt igen, azt gondoltam, hogy itt pumpákat raktam én ilyen elosztókat. Csak most azon gondolkozom, hogy milyen arányba csináljam. Hát itt van nekem, ha jól számoltam, amikor leraktam, van nekem 7 darab pumpám. És most abból az a kérdés, hogy mennyi kőolaj legyen, mert itt most igazából benyomom a finomítóba, de és akkor van egy csomó benzin, meg bitumen. Viszont mennyi olaj legyen belőle, most azon gondolkozom, hogy csináljam, hogy mennyiből legyen csak sima kőolaj. Ez a nagy kérdés. Lehet, hogy kipróbálom azt, hogy ettől a pumpától, mert ebben mondjuk belemegy 2, és akkor ebből a pumpából meg mondjuk nem ide megy ebbe, hanem innen becsövezem ide. És akkor megpróbálom oda becsövezni, és akkor onnan pedig visszacsövezni ide. Vagy pedig ezt már nem felesleges itt keringtetni, mert ugye odáig ezt lehet meg is szüntetem minden a fenébe, mert erre itt igazából nincs szükség. Szerintem én ezt itt le is dózerolom, mert vagy ha nem is, végig is nincs rá szükség igazából. Még maradhat is, mert aztán majd meglátom, de hát nincs rá szükség. Felesleges itt csak rontja a dolgokat, úgyhogy én szerintem ezt innen lekapom. A vonat az elindult. A vonat az megy. Csak mi megállítottam. És akkor ezt úgy kéne majd akkor csinálni, hogy ide teszek egy ilyen olajasot, és az közvetlenül oda fog belenyomódni. Akkor lehet, hogy ez lesz így. Ide csinálom egy ilyen tartályt. És ebből a tartályt megnézzük majd, honnan jönnek kifele meg befele. De innen jön kifele. Arra nem látok ettől a felirattól. Kifele, befele. Tehát, hogyha én mondjuk ide teszek, hova teszem? Onnan fogja fújni, akkor azt, hogy jön, ott lesz egy befele, erre meg vissza. Lehet, hogy körülbelül ide, hogyha leteszem, az lehet, hogy talán jó lesz, és akkor ezt itt megszüntetem, ezt a csövet. Hát megnézzük, akkor ezt a csövet, ezt itt megszüntetem, és ja, csak megint leállítottam, és akkor innen bemegy oda, onnan pedig jön majd a cső erre fele, tehát innen akkor bemegyünk oda, és innen pedig, hello, hey, akarok csövezni, de pedig kelleni fog, húha, Houston, baj lesz a csövezéssel. De jó, bénám fog ez menni. Miért állt meg a vonat? Jó, hogy jött volna tankolni. Ja, rendes gyerek, jól van, jött volna tankolni, csak nincs neki még üzemanyag. De nem baj, jó helyen állsz, csak azon vagyok, hogy legyen.
Teljesen azon vagyok, hogy legyen üzemanyagod, barátom, csak nem tudom elhúzni ezt. Ja, hogy ott is van egy. Ja, látom már, hogy itt a villanyoszlopok zavarnak. Zavar a zűr, vagy zűr a zavar. Itt valahogy pedig át kéne vezetni. Hú, de nagy bénaság lesz ez, mire onnan elvezetem. Miért nem tud ez kanyarodni? Hát tudunk itt menni? Hát valahogy át. Jaj, majdnem, és nem. És majdnem, és nem. És nem. De miért? Nem már. Nem már, hogy izéltek itt. Hát oda kéne csak beküssem arra a kis picire. Ó, izéltek már. Túl hosszú a távolság. Ó, nem mond már. Túl hosszú. Messze van. Az anyátok mindenit. De is kell egy ilyen pumpát betenni. Hát ezt nem akarom elhinni. Pedig igen. Pedig igen, kellni fog egy ilyen pumpa, és ez pedig kellni fog egy ilyen, még pedig, mert ezt egyszerűen olyan messze van, nem is lesz így jó, ide jó lesz. Jó, tegyük, mindegy már nekem, tegyük oda. De már? Jaj, nem nyomva választottam. Nehogy elinduljatok már, még most jön az üzemanyag. Ne izéljetek. Elmentek benya nélkül. Ó, nem már, hogy nem kötöd össze. Ú, de nem szeretem az ilyet. Ó, azt nem hiszem el, gyerekek. Nem hiszem, hogy nem lehet bekötni benneteket. Kifele jó, csak még ebbe az irányba nem akarja vinni. Ó, nem már, ez is kifele, befele, tehát minden jó, csak éppen nem hajlandó megcsinálni. De miért? Akkor gyerekek. És akkor most nézzük, hogy hogy állunk. Jó, ez elkezdett növekedni. Ó, ez jó béna volt. Nem tudom, a vonatban látszik, hogy mennyi az üzemanyag? Hogyha megnézzük. Nem megállítottam. Üzemanyag, hát elvileg az most tele van, igaz? Az úgy jó. Hát mert most vettem. Akkor jó, már most vettem. Jó van, most vettem, úgyhogy még talán így. Hát igen, összes ilyen, tehát amikor ilyen keresztezés van, ugye itt a villanypóznáknál, de mindegyiknél ilyen problémái vannak. Jó van, de nagy nehezen bekötöttük a kis drágát, jó van, és akkor fog tudni tankolni. És szerintem, ja, ez áramot is kap, hát biztos kap, igaz? Kap hát. Jó van, és azt nem tudom, hogy ebbe kellenek emberek dolgozni. Egy ilyen üzemanyagtöltővel, de ezek itt emberek, nem? Valószínűleg hiszem el, ebben még emberek is kellenek. Pedig biztos. Hát ezt a csövet, azt onnan... Ja jó, az jó. Ja, ez így jó van, jól van. Az így tuti, ez így jó. Jó, ez így jó. Azt nem tudom, hogy ezekben ugye kétfajta bemenet van, kettő összesen, és egy ilyen töltőbe kell egy másik töltőt csinálni, hogyha én a harmadik féle, mert ugye háromféle dolgot lehet itt eladni, mert lehet bitument, olajat, meg benzint, és hogyha én a harmadikat akarom, akkor kell még egyet, amelyet nem tudtak ebbe még egy ilyen csőnyílást beletenni, ez milyen hülyeség, ez, de hát mindegy. Jól van. Nem baj, de ezek azért dolgoznak. Ennek is örülni kell.
Jó, a pénzünk az viszont fogy ugye folyamatosan, mert még jelenleg hát a vonatunk az úton van, és az még most nem... Mihelyt odaír a határhoz, ugye elkezdik kiüríteni, akkor elkezd emelkedni a pénze, mert eladja, ami benne van. Csak hát ugye ez a termelésnek a fokozása, az is egy jó kérdés, hogy lehet ezt még fokozni. Benzin az jó, mégis bitumen is. Hát hátha így jó, vagy nem tudom igazából, lehet, hogy ezek hogy állnak most? Lehet, hogy még több kocsit kéne mögé tenni, mert hogy ezek igazából van egy csomó még, tehát én szerintem lehet, hogy kellene még, hogy többet tudjon vinni magával. Az nem lehetetlen, hogy kéne még. Szerintem kellene még ilyen tehervagon, tuti. Még megduplázzuk ezt, majd ha visszajön, akkor rácsatoljuk. Én szerintem azt majd még rácsatoljuk itt a végén, hogyha megjön. Jól van. Na, viszont ennek már örülök, hogy ideig eljutottunk. Nem tudom, mit adjak ezeknek az embereknek, hogy jobban érezzék magukat. Olyan gyönyörű ez a lakótelep, hogy teljesen el vagyok jó kis... Várjál, megmutatom neked ezt a... Ez egy gyönyörű kis... még a nevét is meg lehet mondani, hogy micsoda. Prohír nevű, de ugye a falakat, hogyha megnézed, azok ilyen nagyon tipikus, ilyen kis szociál. ez egy áruház, tehát ez egy áruház, ezek itt a lakótelepek. Itt, igen, itt az emberkék jönnek, mennek. Emlékszel, hogy ekkora áruház volt, és nem lehetett benne kapni semmit? Ja, azt tudom. Az ideológiát megkapják. Itt van a... Jó, azt még tényleg azt is megnézzük már, hogyha... Hogy ma hogy megy? Remélem, biztos jól, az tuti jól megy, csak azt megnézzük, várjál, megnézzük, hogy például ez a bolt. Hát ezt a bolt, igen, azt látom, hogy a bolt elér minden házat, hogyha a kocsmát megnézzük, az is elér minden házat, tehát mindenki el tud menni a kocsmával, ennek nagyon örülök. Igen, nehogy vodka nélkül maradjanak a fiatalok. Ide viszont akkor még lehetne tenni egy kis, meg is nézzük majd, mivel tudjuk őket felvidítani. Hát focipálya, mindegy, shopping center, mozi. A mozinak biztos örülnének. Örülnének a mozinak? Mondjuk jobb lenne szerintem egy rádió, egy tűzoltóállomás, az valószínűleg jobb lenne. Egy tűzoltóállomás, az tutibb lenne szerintem, ha itt lenne. Ha mozi drága, akkor mauzóleumot tegyél le, azt is. Na, itt be is kötjük. Be is kötjük, azért... Hoppá, itt nem tudom lerakni. Szia Zsolt! Szia Zsolti! Ha ide tudom letenni, akkor legyen itt velem lehet beszélni. És nézzük, még egy kórházat is teszünk le a város szélére. Az a kérdés, hogy itt is hol lesz itt nekem zöld? Hello! Itt ez... Játszótér, meg ilyenek, meg óvoda. Az olyan nincsen, ne vicceljön. Olyan nincsen, ne vicceljön. Nézzük, már ide le tudom ezt tenni, nem? Urali terelő juhász kutya, vérsé. Hát nem tudom, szerintem akkor ez itt lesz, jól van. Hát ez van, gyerekek. Na. Hello, zöldet kérünk, zöld lámpát kérünk, emberek. Igen, csak oda lehet letenni, ahol zöld, vagy hát ahol sárga, oda is lehet tenni, csak ott egy kis talajmunkára van szükség, jó? Legyen így. És akkor ebbe is várja, a tűzoltóautót veszünk. Hát kell nekünk, teszünk egy nagy, meg egy kis tűzoltóautót, benyomunk ide. Templom. Templom azni? Ne vicceljél már. Olyan propagandák vannak a rádió meg a tévészékházban, hogy a vallásnak a vallás visszaszorítása, meg ilyenek, tehát ilyenek vannak. Én teszek egy nagy, meg egy kicsit. Én nagyon rendes ember vagyok, én teszek ilyet is, olyat is, mert hogy velem lehet beszélni. Jó, ott vannak. Út van, várjál már. Hello, út az, hát a tűzoltóságtól még annyira nincs. Azt még azért bekötjük. Jó. Járda is kéne, mert a dolgozó járjon jól, ott a járda, igaz, megbeszéltük.
Jó, ide már tudtok jönni, igaz? Baromi rendes vagyok hozzátok. Na jó, mehettek kórházba, minden van. Ez áramot is kap a kórház, már jó kérdés. Ja, itt még nincsenek orvosok, nem baj, majd lesznek. Ja igen, kapál, tehát ez itt van azért. Itt van egy elosztó, akkor ez nagyon jó. Ügyesen, okosan tettünk oda egy elosztó. Jól van. Én szerintem már egy nagyjából, hát benzin, azzal van egy kis probléma, mert hogy tankolni azt nem fognak tudni a járművek, itt meg fog állni minden. Meg fog állni minden, és hát mindegy, hogyha már most belekezdtünk, akkor ezt szerintem azt is meg kéne csinálni. Ez biztosan. Csak azt nem tudom, mióta csináljuk már, mert tudja valaki mondani, mióta megyünk már. Sok. Ja, hát már több mint 2 órája, így biztosan. Az is lehet, hogy akkor, figyeljetek, akkor ezt már nem kezdjük újra, tehát ez már így meg fog maradni, de szerintem ez így egész jó elhaladtunk vele, mert azért most már megy a kis vonatunk. Nem tudom, odaért már vagy a célhoz? Ezt még megnézem már, hogy odaérte. Hát ez egy lassabb vonatot vettem, szóval nem egy villámvili a vonat. Meg hát ilyen kis régi. De hát 1960-at írunk, hát mit akarunk? 1960 van csak. Várjátok, itt innen hallom a hangját. Hello! Ja, még itt megy. Ó, hát ezt... Várjunk már. Ja, már most visszafele jön? Várjunk csak. Ja, már visszafele jön. Ja, jól van. Akkor ezek szerint már volt valami kis nyereség is, ezek szerint csak nem figyeltem. Jó, jön már vissza. És vajon... Jó, fogyott az üzemanyag, de nem vészes. Jól van, nem vészes. Nem vészes, nem sok üzemanyag fogyott belőle, viszont majd itt rákapcsoljuk a többit, amit vettem még tartályokat. Jól van, meg hát majd olajat is szeretnék eladni csúnya imperialistáknak, tehát azért azt is gyűjtjük. Nézzük, ez az olajos. Ez is elkezdett gyűlni, úgyhogy majd mindenféleképpen azt is szeretnék nekik eladni. Na, jól van, viszont... Én szerintem most legyen ennyi elég ebből, én szerintem egész jó elhaladtunk vele, és akkor majd, hát nem lett szép, de hát végül is az akkori világ sem volt azért annyira nagyon szép, de ez meg, amit én csináltam, az meg még csúnyább, viszont mindegy, de ugye most a célszerűség, tehát ugye arról volt szó, hogy én megfordítottam a dolgot, tehát ugye nem a épületeket, a lakóépületeket csináltam először, hanem először kerestem, hogy ipar, és akkor a köré telepítem a házakat, és hát azért lett ilyen, amilyen, tehát az nem lehetetlen, hogy ugye nem csinál az ember majd belőle, mit tudom, erré, vagy valami egy ilyen kis kertvárosi részt, vagy nem tudom micsodát, de hát ez egy ilyen ipari város, amit most itt csináltam, ez most ilyen. Az a lényeg, hogy működjön már a rendszer, és akkor majd onnantól, ja hát a következő dolgok, mert hát ugye áramot most veszem, tehát most nem tudok még előállítani, de ugye hát van most már energiával kapcsolatos, itt van például szénerőmű, csak ahhoz a következő dolog, ugye itt van, most nem akarok más csinálni, de ugye ahhoz való dolog, hogy ugye szénbányákat kell csinálni, az ugyanúgy keresni kell, hogy hol van szén, akkor szénbánya megint, és akkor majd onnantól elkezdek saját magamtól áramot termelni, akkor már nem kell vegyem az áramot, vagy egyre inkább nem kell vegyek áramot, hanem saját magam is elő tudom állítani, és akkor szépen majd talpra áll ez az egész gazdaság, de sőt, hát aztán még hát kimaradtak ugye az élelmiszerrel kapcsolatos, mert ugye hát nem egy darab szántóföldünk nincs meg, szóval stb. Szóval egy csomó minden azért nincs. Úgyhogy ezt még lehet bőven folytatni nagyon sokáig, de most én szerintem megköszönöm a figyelmeteket. Majd később valamikor, nem sokkal később, hát még 4:30 van, hát akkor egy, nem tudom, 6:30 körül, vagy 6:30, nem tudom, pontosan egyeztetünk majd többiekkel, jövünk majd ETS-sel, úgyhogy majd várom konvojozni mindenkit szeretettel. Így van, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, de téged is várunk, hogyha lesz kedv. Jaj, pártház, tényleg ilyenek, majd legközel lerakom azokat is, igazad van, mert tényleg van pártközpont, meg van tanácsháza, igen, tehát van külön, két külön épület ez, én is a múltkor megtaláltam, hogy vannak. Szóval ne, ezek mind, hát nagyon sok minden kell, még tévészékház, na mindegy, nagyon sok minden, úgyhogy
hosszú még innen az út, hogy működjön a rendszer. Na, úgyhogy mindenkit várunk, aki szeretne jönni kamionozni. Addig is köszi a figyelmet. Sziasztok! Köszi Pinkinek is, hogy itt voltál. Hello, hello!